A budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 6 óra után, 6 perccel már itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Ilyen korán, ilyen időben. Ilyen pénteken. Próbáljuk tartani, ahogy lehet rá most számítani, csak hogy kiszámíthatóak legyünk. Ez a lemegy a hírek, egyszerre is itt vagyunk. Szokjátok hozzá, ez így lesz a jövőben. Igen, 6 óra 8-kor mi már azért általában itt voltunk, de most így vagyunk, hogy ilyen 6 óra 5-6 körül, amikor véget ér a zene. Attól függ természetesen, hogy Tom Craft 2,5 percig, vagy 3,5 percig zenél. Ha 3,5 percig, akkor csak 6 óra 7-kor jövünk. Ha már előbb végez, akkor előtte itt vagyunk. Mert szép időszak volt, egy november rain betette 7 perc. Ó, 8 perc 53, bocsánat. 853, bocsánat. 8-3. Már nem emlékszem. A rádió levágta a végét, az már nagyon hosszú volt. A hagyományos long version az 853 volt egészen pontosan. Pont gondoltam rá, hogy most erről ki ez az ember, mit mondtál, hogy hívják, Tom, mi volt ez? Én nem tudom. Én sem szólaltam. Ja, nem ez az ember, akit betettetek. Tom Cruise. Tom Craft. Na, azt kérdeztem. Ja, ő az már most látom, ott van Tom Craft. Tom Craft. Gyorsan elfelejtjük az előző mondatainkat már ebben a korban. Szóval, hogy nekem tök mindegy, de nem is ez a lényeg, hanem hogy valami zenét rakjunk már be egyszer, már valami kis ezért. Most valamikor hallottam, de nem is emlékeztem, hogy ez ennyire jó szám a Guns-tól, ez a Hard School című szám. Ugye ez már az új Guns, tehát hogy nem mindegy, nem is érdekes, de azért ott is voltak jó pillanatok. És ez a Hard School, ez egy kifejezetten jó kis szám, hogy valamelyik rádión így el kell elcsíptessen. Nekik megjelent egy albumuk már az új Guns-szal egyetlen, ez a Chinese Democracy, úgyhogy szerintem ez azon kell, hogy legyen, mert azóta nem tudom, hogy van-e új album. Majd Slash-el írnak valamit, de most... Nagyon remélem, hogy írnak valamit. Igen. Játszanak ők? Most akkor ők barátok? Játszanak. Persze, turnén vannak, mennek is. Feltöltik a tartalékokat, ahogy mondani szokták. Dél-amerikai turnén voltak, ázsiai turnén voltak, Amerikában turnéztak most sokáig, európai turnét sajnos nem látok, mert megcsípném őket megint, már mondjuk sokat szóra, de nem látom most, hogy jönnének, úgyhogy majd szólok, ha aktualitás van. Igen, ákszóban, hogy a kis Pufi néni lett, de... Hogy... Pufi néni hangja kevés, de még az együtt az egész, a Slash, de azért a Duff, azért a Dizzy, azért ők hárman, azért ők így nagyon jók. Meg nagyon jó a ritmus gitárosuk. Igen. Hát most meg nem mondom. Pedig tudtam. Egy becsatlakozott. Hát ez egy nagyon jó gitáros. Igen, azt sajnálom, gondolom ez a két dudás effektus lett volna, hogyha mondjuk a hirtelen a DJ-asba is mondjuk csatlakozik ehhez a fogathoz, de gondolom... Hát a DJ-asba igen, helyettesítette Slash, próbálták még így kettem. Van, és ugye ketten együtt, igen. Azért nem nagyon működtek volna, hogy pedig ő is nagyon nagy gitáros. Ja, nagyon. Még dalszerző. Az milyen lehet, hogy ősz otthon, miten Los Angeles-i kis földszinti vagy szuterén lakásodban. Igen, nyomorogsz egy kis. Nyomorogsz, megcsörren a telefonod, és a másik oldal Hello Slash vagyok. Igen. Nincs kedved nálunk gitározni. Mindjárt visszahívlak! Yes. Mondjuk a Slash nem hívja föl. Hát szerintem azért ilyet, hogy... Az asbára gondolsz? Ja, hát nem, mondjuk a ritmusgitáros. Ja, a ritmusgitáros az Axel megtartotta. Ugye nekik egy Dizzy Reed nevezetű ritmusgitárosuk volt, vagy bocsánat, Easy Reed nevű ritmusgitárosuk volt. Csak összevezek az Axel-ra, jött ez a csávó, és akkor ezt az Axel az új bandából megtartotta. Aha. És azt mondta a Slashnek, hogy jöhetsz, de egy-két a tagot megtartok. Így maradt meg a dobos, a fekadobos, egy billentyűs Chajci a Dizzy mellett, és így maradt meg a ritmus gitáros is. Slash meg azt mondta, hogy akkor Slash meg azt mondta, hogy figyelj, jövök. Legyenek. A Duff is ment, tehát ő is ment, és akkor ugye a nagy Guns az majdnem együtt van. Gilby Clark volt sokáig nekik, ugye a ritmus gitárosuk az Easy után. Viszonylag jó vagyok Guns-ból. Ja, elég. Azt nem tudnád megmondani, hogy Slash-nek van-e Commodore rokona? Azt nem tudom. Tehát, hogy ő is úgy, vagy Commodore? Nem Commodore, mi az a kutya, a puli, akinek a szemébe lóg a haja, hogy ő hogy látott? Hát jó kérdés. Mert nem látsz olyan koncertfelvételt, nem látsz olyan fotót, ahol ennek a csávónak az arca kint lenne a hajfüggöny alól. Nem. Ugye? Nem. Igen. A szemével van valami, azért hord napszöveget. Az oké, hogy napszöveget van valami, de interjúkon, stúdióban, tehát valamilyen érzékenysége van a szemének azért. Azért hol? Vannak ilyen tökélyek és ikonikus cuccok zenészeknek, akik rögtön tudod, hogy be tudod azonosítani az alapján, hogy amit visel mondjuk, vagy ahogy hord valamilyen eszközt.
ruhát. Igen, hát neki ugye a cilinder napszöveg, ezek nagyon ikonikusak, bár a cilindert sem ő kezdte el egyébként, hanem Richie Blackmore a Deep Purple-ből kezdett először cilinderben gitározni, és Slash tőle vette a cilindert. Igen. Tehát nem ő volt az első cilinderes gitáros. Elvette a cilindert? Szerintem az ötletet egyszer látta, megtetszett neki, lopott egy cilindert, és akkor ez így rajta maradt, és a világon mindenki a cilindert már Slash-ről ismeri, de Richie Blackmore gitározott először cilinderben, aztán megőrült. Mick Marsley egyébként, tehát Mötley Crüe-ből is nagyon szereti ezt a kalapos vonalat, tehát hogy itt azért vannak ilyen érdekességek, de az biztos, hogyha meglátsz egy cilinderes csávot cigivel a szájában, akkor azt tudod, hogy Az biztos, hogy öreg lehet ez. Igen. Balázs, úgy hallom hangodon, omikronos vagy, Sanyi voltam. Sziasztok, köszönöm szépen. Balázs, te megfáztál, igen. Csak halkan súgom meg, hogy hoztál-e baraclekvárt. Ugye nem akarsz ma fánkot sütni. Nem, te hoztál. Itt, igen, azt már, hogy ezt magamnak olvasom. Az összes alapanyag tegnap este. Igen. Éjszaka értem haza, még összeszedtem. Jó, akkor megnyugodtam, hogy nem lesz ebből fánk. Jó van, ahogy mondod, akkor jó, az... ahogy mondod, az már akkor egyből megnyugodtam, hogy nem ma sütünk fánkot. Úgy jöttem be, Anna, ígértem már a fánkot. Jó. Azt mondja, igen. Mondom, még egy tesztet rányomok. Zsül, ne haragudj, ígértem fánkot. Igen, jó, igen, nagyon készülünk. Megnyugodtam. Hosszú még a farsam, gyerek. Megnyugodtam, jó. Mert én meg nem hoztam baracklekvárt. Az van, hogy én Bódi Szilvi pálinkájával rócsóztam végig tegnap az összes haveromat, hogy kiderítsük végre, hogy miből főzött ez a csodálatos gazdasszony nekünk italt. Ma megcsörgetjük 8-kor. Jó, nagyon. Na és mik a tippet? Hát gyakorlatilag 80% szedernél állunk. Igen? Miután elmondtam azt, hogy úgy kaptuk, hogy egy nagy láda kivi, ugye tegnap előtt érkezett Bódi gazdától egy nagyon nagy csomag, benne pálinka, hogy mondjuk meg, hogy mi az. Aha. Miután elmondtam, hogy kivi, ez akkor mondták, hogy még sose itt a kivi pálinkát, de lehet, hogy ez az. De annyira meg nem jön belőle a kivi. Tehát szedernél tartunk. Szederre teszitek. Na jó, megnézzük. Szeder pálinka. Egyébként csak mondom, hogy a műszaki atya úristenünk is Ákos, amikor bejött ide, beleszagolt, ez nagy mutatvány volt tőlem, hiszen maszk nélkül nem nagyon lehet látni, beleszagolt, és neki is ez volt az első. Hogy szeder. Szeder, ezt mondják. És akkor mondom, ilyenek vannak még, hogy ja, hogy kivi volt? Hát, de annyi kivi nincs. Hogy van-e annyi kivije a Bódi Szilvének, hogy pálinkát tud belőle csinálni? Figyelj, ha ennyit küldött nekünk, akkor lehet, hogy akkor van. Akkor lehet, hogy egy kivi farmon él. Mert nekünk egy vagy 20 darabot biztos küldött, és nagyon jó minőségű. Én erre mindenképpen rá fogok firtatni, hogy azt hol termeszti a nagysasszony, Bódi gazda. A kivit? A kivit, mert hát, hogy azért... Balaton felvidék lankás lejtőin napsütött. De azt mondta, hogy most érdeve, tehát hogy már nem ő vonattal, hanem hogy a kivi. Hát, a kivit is szokták úgy érlelni, szerintem, hogy leszedik. És akkor megy a padlás. Aha, és akkor ott szépen megé. De majd elmondja, mert első osztály a cucc. Jó, a kivi. Nagyon jó. Féltem tőle, hogy ez a kicsit savanyú, kicsit zöld, de a milyen kategória, nem. És tényleg nem. Zöld, és tényleg milyen, de nem savanyú. És édeskés, nagyon kis kellemes cucc. Ezt nem is tudtam, hogy ezt itthon is lehet termeszteni, hiszen meggyőződésem volt, hogy ezt hozzák. Tehát ez nincs itthon nagyon. Se kivi fa, se kivi bokor, se. Van, de hát nem annyira jellemző azért. Igen, hogy ez így valahogy így nekem ez így elkerült a figyelmemet. Nem, mert ugye fügét nagyon sok helyen lehet látni, de az ilyen típusú gyümölcsök közül nagyon keveset. Tehát mit tudom én. Mi az, ami Magyarországon megterem, de tényleg úgy, hogy édes is lesz, és mondjuk ilyen, vagy távol-keleti, vagy afrikai. A fügén kívül én nem nagyon tudok mást. Banánt is szoktak, de az csak ilyen nyomatka lesz. Igen, tehát hogy nem lesz az a rendes nagy, bár egyébként mi, amit mi banánnak ismerünk és szeretünk, az ugye már egy ilyen külön erre a célra kitenyésztett cucc, tehát a rendes banán az egyébként kisebb, nem a főző banán, de a rendes banán is kisebb, mert ezt ugye direkt arra tenyésztették ki, hogy mondják ezt, na mindegy, reggel van. A lényeg, hogy ez a gázba szépen megérik. Igen, hát főző banán mi nem is nagyon szoktunk semmire. Nem is nagyon lehet kapni. Hát főzőben nem pörkölt, ugye? A magyar kultúrában kevés jó banán benne. Egy jó banán pörkölt galuskában. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két üzenet, hogy mi a helyzet. Ezt nézzük, hogy 6 évnyi podcast után végre élőben hallgatlak benneteket. Nagyon jó. Utolért. Minden nap egy kicsit többet hallgatod, és akkor ledolgozta a hátrányát. Elkezdesz egyet hallgatni, rájössz, hogy sose érsz utol bennünket, akkor növeled másfélre, kettőre, és akkor szépen lassan befogsz. Igen. A Gánc elvileg jön Münchenbe, már 2 éve tologatják a dátumot a járvány miatt, úgyhogy lehet, hogy akkor lesz európai turré idén. Bécset is írta valaki, köszönjük szépen. Megnézem majd az időpontjaikat a honlapjukon, aztán lehet, hogy tényleg jönnek. Lepisült a kutyám, Jennifer küldte nekünk, köszönjük Jennifer, hogy ezt elküldted és megosztottad velünk. Ez is nagyon-nagyon fontos. Én már kaptam hazai termesztésű kivit a Zalában. Na, azaz.
Igen. Lajos Mizsai. Június 18, Prága. Lisszabon június 4, Sevilla június 7. Keresek valami közelebb? Akkor itt az európai turné. Nézzük Szombathely. Akkor itt a... Megint kihagynak minket a rohadékok? Kihagynak? Nem Milánó, Milánó, az nagyon jó. Kis repcsi, megy minden nap a szem. Az igen. Jó, az július 10-e, 13-a Ausztria. Júli 13? Júli az mi? A Bécs? Aha, igen, Vienna. Nem Bécsben lesz Vienna. Ja, a Viennában lesz. Az még messze van. Igen, de Vienna az... Aha. És van egy Melbourne, december 3-án, ha esetleg... Hogy miért, tehát hogy miből állna még idáig is eljönni? Olyan szép nem stadionjaink jön. Vannak. Nem jön, mert... Igen, nem... egyébként most már van egy nagy puskásunk. Igen. Oda azért beférnének. Oké, hogy a kis arénában nem akarnak jönni, mert ők egy stadionzenekar, ezt tudjuk rendben. Most már megint. Most már megint, igen. Mióta összeálltak. Mióta összeálltak, azóta újra, mint a 40-50 ezer ember előtt játszanak, de hogy azért a Puskás itt lenne? Vagy van valami nekünk nyáron, amiért nem engedtük be őket? Vagy nem is szóltak, vagy nem is tudnak róla? Szerintem nem jöttek volna magukat. De egyik kelet-európai országban sem mennek. Tehát ő úgy gondolják, még mindig áll a vasfüggöny, nem lehet? Hát igen, Axel soha nem volt annyira. Axel nem volt a történelemből. Nem volt. Bár voltak már itt többször is egyébként. De. Szerintem az van, hogy azt mondja, hogy oké, Ausztriába eljöttünk, Bécsből át tudsz jönni Csehországból, hát Szlovákiából. Ja, hogy gyere oda, legyen egy ilyen gyűjtő hely, megtöltjük a izét, és valószínűleg itt is megtölteni egyébként. Persze. Szerintem meg tudnám. Most Bécsbe van annyi. Kedden nálunk, meg csütörtökön, biztos vagyok benne, hogy ide is jönnének egy csomóan. De milyen egyébként a névbélek, hogyha belegondoltok, hogy amikor ugye nem ez a nagy klasszikus, vagy a klasszikushoz legjobban hasonlító összetételű volt a zenekar, meg hát nem Slash át mellette is gitározott, akkor nem töltöttek már meg stadionokat, tehát akkor meg kis helyek játszottak, miközben egy hanghiba nem volt az egészben, tehát hogy ugyanolyan perfektő tökéletesen, de nem azokat az embereket láttad a színpadon. Hát igen Axel azért, egyedül az nem. És ugye a Slash mellé, jaj, beakad a kez a húr, vagy nem történik ilyesmi, akármi. Igen, iszonyatosan a gitáros, persze. De hogyha valamit elcsinálni, Istenem, de annyira jó kérdés, ez a klasszikus felállás is, de csodálatos. Mert ez így minden, hogy ráadásul náluk, ugye a Slash ugyanannyira fontos figura volt, mert egy csomó zenekart tudsz olyat, akinél az énekes a lényeg. Hát szinte mindegy, hogy ki van mögötte, nyilván nem, de cserélhető. De náluk ez a két csávó, érted, annyira komoly ember, hogy nem akar Slash nélkül Gunst. Hát Slash nem csak egy gitáros, hanem egy dalszerző is, és nagyon termékeny dalszerző. Nagyon sok dalt írt ő, persze. Nagyon sokat. Tehát szerintem emiatt akarja látni az ember. Őket együk. Srácok, ez jó hosszú hét volt, alig várom már, hogy hazamenjek és meggyömöszöljem az asszony. Kamionos Ricsi osztotta ezt meg velünk. Hát köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ezt megosztott, az asszony is várja. Igen, nem értem, hogy miért nem jönnek Magyarországra, pedig olcsó a farhát. Egyébként igen. Nem tudom, hogy benne van-e a zenekari listában, amit szoktak kérni ellátásra, hogy farhát legyen benne. Hogy hívják azt, milyen lista? Tudod, amit leadsz, hogy mi legyen a koncerteden? Kaja. Tudod, kaja, milyen pia legyen, és mi legyen benne lenne, hogy csirkefarhát. Mi legyen az öltözőben. Igen. Ha már ilyen régi zenékről beszélünk, ott van egy kis kedvenc sorozatok, a Cobra Kai, elkezdtem nézni a második évadot, én csak az első évadot néztem meg belőle, abban van egy csomó tök jó zene. Viszont, én nem tudom, hogy bírjátok ki, de hogy ennél, tehát hogy ez a macho gyerek, ez a... Kit játszik? A sensei. A másik sensei, az autókereskedős. Miyagi Dob, ugye a Larusso. Larusso. Fél, nála, már bocsásson meg, nála mozgássérültebb, szerencsétlenebb. Pont ezért jó. Rettenetesen Cobra Kai az király. Igen, de a Cobra Kai sem jó. A Cobra Kai a annyira fölhúztam magam, mi végignéztük az összeset, mert Somi nagyon rácsavarodott a Cobra Kai is. Én azt mondom mindig, hogy kell ugye közös program a gyerekkel, és ha ő a tévét választja, estére ülj oda mellé, megtudjátok. Ez egy jó vissorozat. Figyelj, fölálltam. Tehát az, hogy itt a konfliktus megoldásában az összesben annyit kéne mondani, hogy
ne haragudj. Izgalmas sorozat igen. lenne, ne haragudj. Azért, azért ez egy jó sorozat lenne. Nem, hanem, nagyon, hanem, a dramaturgok minden konfliktusra azt írnák egy karaté sorozatban, ne haragudj, nem akartalak megbántani. Rendben van, igazad van, én sem akartalak. Na jó, ígyunk egy kávét. Hát ez egy nagyon izgalmas sorozat lenne. Tökéletesen igazad van, nyilván verekedik el benne karatéjos sorozat. Na jó, de hát... Néha így nézel, hogy figyelj, a forgatókönyv író, te ittál valamit. Én emlékszem azért izgalmasabb Blinda részekre is. Tehát, hogy ebben olyan akció jelentek, hogy Jézusom, de kellemetlen. Imádom. Van legkirályabb. Pont ezért. Mert ilyen, mert a 80-as éveket idézi. Ez teljesen tudatos. Már hogy zsűr nem akar. Fel egy részben is, tesz helyre mindenki. De nézd végig, még lesznek múmik régi. Legyőzhetetlen technikák. Olyan arcok térnek vissza, be fogsz sírni rajta, hogy kijönnek vissza a régi Kobra Kájokból. Fú, a legnagyobb. Fiam, Miyagi Dojo-val senki nem szórakozik. Ők a völgyben a legjobban. Larusso, ne szórakozzál, mert elkeri a szádat, érte. A legjobb autókereskedő és a legjobb bunyós a világon. Hát, a Kobra Kai rulez. Most nézte valami ilyen tengerpartos ilyen verekedést, mert a buli helyi volt ilyen, a nem tengerparton, buli igen, volt. Összeszedték a izéket, a pénztárcákat, és akkor a három bűnözelő ott találkoztak, és akkor papa, mit szólsz bele? És akkor persze Larusso lerendezte őket, és akkor na, a papának van ilyen mozgása? Basz, nagyon jó, nagy persze. Nagyanyának is van ilyen mozgása. Szerencsé. Miyagi Dojo-ba tanult, ne bánts. Ő a Miyagi-nak az utód, a Miyagi tanította, úgyhogy az öreg Miyagi ráadásul. Úgyhogy vigyázz vele, hogy mit mondod. Larussot nem lehet bántani. Annyira ő a legjobb Dojo-t vezeti a bőrre. De már a szinkron hang. Én imádom. Szinkronnal nézted? Hát, szinkronosan? No. Imádom. Igen. De persze. Tehát, hogy... Nézed, küzdje vele, nézed, nagyon nagy formák térnek még vissza, és nagyon-nagyon jó lesz. Ilyen sorozatok annak idején szombat délelőtt mentek. Figyelj, a kézed, hogy a óriási siker Amerikában. Igen. Nagyon-nagyon híres producerek vannak, Will Smith is mögötte van. Ezt tudod, milyen szintű megvan? A szívtip Rogimi. Fáma, meglátod. Safety program. Meglátod, hova fejlődnek. Most még csak nyitogatja a szárnyait a Kobra Kai Dojo-ja. De a Miyagi-Do nem persze. fogja hagyni, hogy a Kobra Kai magához térjen. A legnagyobb 80-as évek. Gondolom, szerep... ehhez képest egy rajtaütés, mert nulla lesz. Figyelj, nálunk a gyerekek konkrétan ezért fűztek rá a karatéra. De aztán meglepődtek, hogy a karate az egy picit más komplexebb. Nem, nagyon sok... Nagyon három sok... hét után jobb volt, mint Mr. Larusso. Nagyon sok kata, meg nagyon sok forma gyakorlatot csinálnak azért ők is, de nyilván ez egy filmre kidolgozott műfaj, tehát ezek egy kaszkadőrök, meg egy csomó mindenki veszik ezt föl, de óriási karatelázva most Amerikában is újra a sorozatnak, meg hát az én gyerekeim is ezért járnak már karatézni. Lábvédővel, kesztyűvel, rendesen beöltözve, érted? Benni már úgy megy edzeni, hogy 4 kiló a cuccsa. Átöltözik hétközösen. Kicsi karateruhában nézi a Kobra Kai-t otthon, érted? És nyomja a fekvőket, szejkenek. Vajuk, ez lenne olyan verekedés, a sulis verekedés mekkora? Szerintem jó épül ám azért, igen, már jó persze. Hát a figyelj, most ha tudod úgy nézni, hogy most elengeded a legdurvább akciófilmeket, és érted, na, hogy ez miről szól, mit akar a műfaj, miért nagyon nosztalgikus, mit ébresz föl benned, akkor tudod, ha végig a mozdulatokon fogsz görcsölni, akkor ne nézd, mert ez nem úgy kell nézni, mintha újra a 80-as években lennél. De megígéred, hogy mit tudom, hogy a harmadik, negyedik év alatt azért leszerződhetnek három sárgöves sotokános. De majd jönnek arcok, akik rendbe teszik a Miyagi Dojo-t és a Kobra Kai-t is, úgyhogy csak nézzek. Jó lesz az, csak ne add föl, ha micsoda párbeszédek, milyen dumák. Én imádom a zenéket, imádom a Ford Mustangot, imádom a csávót, a Kobra Kai-nak az edzőjét, az egy bolond, jó lesz. Na, ma arra emlékeztem, hogy ez full 80-as évek. Taruállásos, pofárugásos, na, én akkor is gyűlöltem, amikor az a nyert, így gyűlöltél rajta. Micsoda, a legfontosabb rugás hát volt. A pont az in, a cseresznye a habon. Nem voltam basszus, ráfűztél, de megnézek belőle még. De figyelj, most már becsületesen végignézem a második évadot. A megvárom a sárgöves érkezését. Ezt úgy kell nézni, mondjuk nincs gyereked, igen, de mi is, tehát én sem magamtól kezdtem el nézni, mert én elkezdtem, még amikor az Árasztos énekest forgattuk, akkor a Gáspár Laci állt, hogy Kobra Kai, megnéztem egy részt, és fölálltam idegesen, és főjtom, Laci, hülye vagy, normális vagy, de nekem nincs időm, tehát hagyjál. És a gyerek ráfűzött, és a gyerekkel elkezded nézni, és akkor úgy megérted a szereplőket, megérted a motivációt, és vagy ott ragadsz. Tehát, hogy én se úgy néztem, hogy egyedül, ezt valószínűleg gyerekkel kell kezdeni jobb azért. Egyedül már egy kicsit más az inger küszöb. De nagyon jó. Igen. Ebben a sorozban Johnny a sztár, és nem a Larusso. Hát az meg a másik. Egyébként igen. Na, ő még egyébként, hogy na. És egész jól tartja magát. Igen. De Larusso is már 60 éves, érted?
Hát jó, a Jean-Claude se fiatal, de hát no, azért még egy-két dolgot tud mutatni. Egyébként nem, igen, a Jory az tud verekedni, a Szöszi, a Larusso az nem annyira. Szöszi. Miek itt nem lehet bántani, ahogy Bébet sem ültheti senki a sarokba. Tehát ezt megtanultuk már a Dirty Dancingben is, hogy a Miyagi Dojo-t nem bántott haver. Azért én felelek. Ha bárki a szájára veszi a Miyagi Dojo-t, azért azzal én felállok bugyozni. A völgy legjobb karate dojo-ja. Na, azt mondja, hogy francia csapatok végeztek az iszlám állam vezetőivel. Hallottátok, gyerekek? Igen, most a hírekben. Feltűnt, hogy két évente mindig végeznek az iszlám állam vezetőivel? Mindig jön egy új, hát egyet kilősz, odalép a következő. Ezek olyan, mint a cápafogak. Tudod, egy kiesik, már jön is ér a második. Mindig nagyon ünnepelteti ilyenkor magát mindenki, ez remek egyébként, de hogy valójában ugye ezzel azért nagyon nehéz leszámolni, mert az ideológiát nem tudod se elpusztítani, se kiirtani. Újabb és újabb sejtek, újabb és újabb szervezetek jönnek létre. De ez most ami nagyon nagy rajtaütés volt egyébként, és hát drónokkal, katonákkal minden együtt lehet kilőtték őket. Kettő nap múlva újra megvan az új vezető. De mégis a presztízsben azért ez mindenképpen jó. Tegnap így olvastam, és azon gondolkoztam, hogy hány vezető öltek már meg így az elmúlt 2-3 évben. Ünnepeltük, örültünk, azt gondoltuk, vége, sose lett vége. Nem? Jön helyette valaki más. Meg tudod, mi van? Meghalt, mártír lett belőle. Az meg a másik. Igen. Az ő megközelítésükben ez ennyi történt. Igen. Szóval nagyon sok merényletet követett el, robbantásokat, meg amerikaiak ellen, tehát hogy már régóta vadásztak rá. De hogy azért ez milyen akció lehet, gyerekek? Ha igazi, hány ilyen sor, Homelandtől kezdve hány ilyen sorozat van, nem? Ahol a CIA meg tudja, elindul az ügynök, jelentik, drónok jönnek, igen, katonák, becsempészik, telefonhívás, egy helyi beépített ember, egy piac, egy kis ajtó nyílik, ott bemegy, szól, hogy ott van, kijönnek, jönnek el, várják a katonák. Tehát emögött egyszer láthatnánk egy valódi akciót, ez nem mindig az, hogy ül egy csávó valahol, nem tudom, a Pentagonba, Amerikába, és megnyom egy gombot, és egy drón lelövi, hanem hogy ez valószínűleg egy helyi erők is ott vannak. Igen. A CIA, beépített katonák, hát, amerikaiak, franciák. Szerintem az ilyen sorozatokban, a filmekben azért látsz, hogyha ott volt egy katonai szakértő, látsz azért ilyen kis a valóság morsákat, mit tudom én. A Homeland ilyen például, igen. Vagy egyiket a Solyan végveszélyben, az pont ugyanilyen volt, ott volt egy beépített taxis ember, aki egy X jelet ragasztotta a taxijának a tetejére, és beállt az épület mellé, ahol azok az arcok voltak, akik el akartak fogni. Le akartok kapcsolni. Így jött rá a jellet. Nem biztos, hogy ez így működik. Biztos, hogy ez működik. Itt ugye külön nehezítette a dolgot, hogy úgy lakott ez a csávó, hogy 3 emeletes lakás felső emeletén ő lakott, alatta egy ilyen alparancsnok, viszont a földszintre direkt civileket rakott, hát pas, és képzeld el, nem lett bajuk, mert őket ki tudták szedni, mielőtt lebombázták az egész utcát. Hát ez nekik módszerük. Tehát ott is valakinek ugye oda kellett menni, szólni az alsó családnak, hogy akkor kedves család, gyertek csak velem egy kicsit, mert itt mindjárt baj lesz. Igen, kimentek, kivitték a családot, kimenekítették őket. És ott áz. Igen, és aztán megindult a támadás. Fú, nagyon, nagyon durva. Mennyi minden, amiről nem tudunk, nem? Tehát ez elképesztő. Kicsit nem is baj egyébként. Igen. Na jó van, gyerekek, megyünk hírekre. Jó, lehet jelentkezni játékra egészen nyugodtan. És aztán majd jövünk. Hisz a teniszszövetség PCR csalásáról nem beszéltek el, de akarjátok, beszélünk róla nagyon szívesen. Hát az is egy érdekes történet, hogy nyakra állították ki a PCR teszteket. Hát ők nagy teniszezők is benne vannak. Ez egy izgalmas dolog. Kíváncsiak, meddig mennek a szálak teniszező szintjén. Tehát elképzelhető, hogy mit tudom én, top 10-es, 20-as, 50-es játékosok is kaptak PCR tesztet. Hogy... Azért az kemény. Érted. És a... két hetente valaki felnyúl az orromba, hát miért nem tudnak nekem is ilyet intézni, mikor akarok menni Ausztriába sielni. Pedig ráadásul teniszezni is kicsit, és miért az orromba nyúlnak fel. Na jövünk mindjárt, érek után fél hét van pontosan. 3-7 lesz, 5 perc múlva, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Sziasztok, igen. Igen, hello, bello, milyen időnk lesz? Azt mondtam, hogy szólok, ha változik. Na most jó, most akkor szólok, mert 13 fok is lehet ma korra délután, és már hajnali nagyon nagy mínuszok is elmúltak, úgyhogy javul az idő, itt a tavasz. Majd egyszer. Jó, hát akkor ezt megtámogatjuk. Legyen. Köszönöm szépen. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Valaki mondja, hogy Rambó 2, hogy tudjam, hogy jó helyre írogatok-e. jó helyre írogatok-e, láttuk, de nem fogunk mindent beolvasni. Rambó 2. Rambó 2.
Rambo 2 a legnagyobb. Rambo 1, Rambo 2-nél nincs. Nincs jobb. Mindenkit látunk, akit nem olvasunk be, vagy nem válaszolunk, azokat is természetesen, csak nem tudunk mindenkinek egyenként válaszolni, de ezt ne is várjátok el, sokszor mondtuk, jó? Meg általában nem is írtak túl fontosat, tehát hogy a műsor szempontjából nektek lehet, hogy az nyilván, igen, de hogy 10-ből 8 az olyan, hogy csak neki fontos, hogy elküldjem. Téglásnál a benzinkutár elhagyva Nyíregyháza felé az árokban egy autófejjel lefelé rendőrök nincsenek, Misi. Még küldte nincsenek nekünk, Misi, na ennyi, oda nézd meg, hogy nem tudta segíteni, uh-huh, vagy kell-e segíteni. Ez jó, hogy elküldöd nekünk, de hogy ha megállsz, odasétálsz, bekopogsz, és megkérdezed, haló, jól vannak? Igen, vagy csak így pihennek. Alszanak, vagy ájultak, vagy örök direkt vannak az árokban, lehet, hogy érdemes megkérdezni egyébként. De köszi, hogy elküldted nekünk. Azt nézem, hogy ma lettem 40 éves, ez nem fontos. Jó, ebben teljesen igazad van. Nagy ünneplő vagy te is. Ez se fontos, tehát hogy így ez se. Igen, ezek nem annyira fontosak. Na nézzük, mi kivel a pályas srácok, ha ilyen jön, arra mindenképpen válaszoljon valamelyikünk, jó? Jó, haverája. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Reni, milyen csajos hetünk van most, azt nézem, hogy tegnap ma is. Nikivel játszották, kedden, Jani. Most három láng volt egymás után. Volt. Igen. Reni, honnan hívtál minket? Monorról. Mm. Nagyon jó. A festői Monor. Monor. És mit csinálsz ott Monorom? Mivel foglalkozol? Hát én nem olyan régen kezdtem egy új munkahelyen. Egy független biztosítás közvetítő irodában vagyok. Ügyfélszolgálatos. Azt tapasztal. És van panasz? Hát most a vihar után volt bőven. Már úgy érzettem, hogy rád. Vihar. Ja, rám, hát remélem, hogy nincsen. Nem tudok róla. És fizettek rendesen? Igen. Nagyon helyes. Fizessen csak a biztosító. Már szerintetek rendesen, de kuncsaftok szerint is? Kérdezzünk meg erről. Jalkuszát. Viharkáros úton. Igen. Jól van, és miért jelentkeztél a játékra? Hát nem is tudom, még soha nem játszottam veletek ilyen fekete-fehér igen nemet, és gondoltam, kipróbálnám magam benne. Csak úgy hirtelen jött egy ötlet, igen, vagy régóta próbálkozom? Szabályokat? Nem, még soha nem próbálkoztam. Szabályokat tisztában vagy? Igen. Aha. Még nem túl bonyolultak a szabályok. Igen. Hát nem, a játék, de kinevet a név, hogy jó nehéz. Igen. Igen. Játszottál valakivel? Gyakoroltál? Készültél? Nem, még soha. Még soha. Tehát csak írtam, felkeltem, oda dobsz egy SMS, és pont bekerültél. Igen. Hogy esik ez annak, aki évek óta próbálkozik, nem? Valamelyik ügyféllel sem? Elnézést, most nem beszélnék a leszakadt tetőmről, mert hogy jó. Ne, még egy utolsó, jó? Még egy utolsó fekete fél, igen. Jó. És jó vagy benne, szerinted, Reni? Jó vagy benne? Hát, fogalmam sincs, vagy meglátjuk. Mert csak úgy, meglátjuk. Na jó, kit választottál? Igen. Téged, Balázs. Miért? Hát... Nem tudom, te vagy az egyik kedvenc műsorvezetőm, már vagy. Nem lősz mellé. Jó nyomon vagy. Mondjuk az egyikkel azért nem voltál. Igen, ez mindig érdekes, hogy tedd felé a másik felét, ugye? Igen. Tehát, hogy ki a másik, és akkor megnézzük, hogy milyen csapatba játszom. Kasuba elszíra. Igen, na úgy például. Igen, úgy az érdekes. Hogy egy hölgyet is mondjak, az Ördög Nóri a másik kedvenc. Nóri, drága. De most ő kisboltozik, vagy igen, mit csinál, nem? Ugye? Boltos Nóri. Nagyon ügyesen. Igen, csak ő vele van személyesen is találkoztam, mert vele is nagyon. Igen. Voltál a kis ikonikus boltjában? Vették a kivát. Nem, egy műsorában szerepeltünk a fiammal és a férjemmel, és úgy. Milyen műsor volt ez? Melyik ilyen családi műsor volt? Családi, igen, volt ez a Mit tenne a gyermeked? Nem is emlékszem rá, hogy ez melyik volt. Hát egy pár két éve volt, három valahogy. Mit tenne a gyermeked? Igen. Nóri is lassan karcolja azért a 30 műsort, 25-30 ember szerepel. Igen, amiben volt, tehát sok-sok mindent csinál ő is, igen. És mennyi lóvét hoztatok el? Nyertetek? Hát nyertünk, képzeljétek, igen, egy horvátországi nyaralást nyertünk. Wow, azt mondjuk nem. Nagyon jó. Igen. A kisfiam volt az ilyen nagy ügyes, úgyhogy ő miatta. De őt nem visszük. De visszük, ugye már voltunk is, de mind a két gyereket vittük nyilván. Nagyon jó. Jó van. Ellátás volt legalább nyaralásban? Igen, volt. Hát gyerekek, a Nóri oda teszi magát. Igen. Még soha nem voltunk külföldön, úgyhogy ez volt az első külföldi nyaralásunk, amit ott nyertünk, úgyhogy tök jó volt. Az mikor volt? Akkor az pár éve, ugye? Két éve. Hát pont még így a pandémia előtti nyáron, igen. Aha. Úgyhogy ez már két éve volt. Jól van. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha játszunk egyet, jó? Hú, jó. Oké. 100%-on vagyok.
Nehogy leronsd ezt a gyönyörű. Igen, ne bántsál, én most meg akarom hát nyerni a hónapon. A fiúk ellen rukkolnak. Jani 50. Ja nem, Jani nulla. Feri nulla. Pedig még nem én játszott, tehát ő az értékelhetetlen. Nulla. Nem, azt megbeszéltük, ja, az nem nulla. Az egyelőre nincs értékelés. Én elbillegek itt február végéig, az utolsó napon behúzok egy győzelmet, és viszem a lóvét. Egyébként az úgy megcsinálható. Alig várom az évvégét, ez mennyibe fog nekem fájni? Sokba. Na, az jó. Ezt túllőttük. Igen, mert remélem biztos, hogy mi fogadtunk, hogy kinyeri a hónapokat. De tudom. Tudod? Tudom, minden reggel hallgatlak titeket, igen. Igen, tehát minden, most köztünk megy egy házi, hogy kinyeri a hónapot, igen. Eddig Feri nyerte a január, de most mondtam, hogy kicsit elkezdek koncentrálni, picit, és százas vagyok. Az összeget egy picit túllőttük, de se baj. Igen. Tehát az úr az a pokolban is úr. Na jól van, menjünk? Kezdhetünk. Na kezdjünk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Itt vagy, Neni? Itt vagyok. Jó van, szeretnék kérdezni, biztos készültél. Becsapós kérdése. Aki először játszik, az mindig becsapósat akar kérdezni. Hát én a Kobra Kai-jal kapcsolatban szerettem nézel? Volna kérdezni tőled. Nézed te is? Persze, szereted? A gyerekekkel nézzük. Hát, kinek kicsit drukkoz? Várjuk, de Johnny-nak. Hányadik évadnál tartotok? Végignéztük. Az egészet? Finish, igen. Megmaradt a száz. Gondoltam, hogy kicsit altatom, beszélgetsünk, oké. Dumáljuk egy kicsit, nézzük meg, mi lesz ebből. Fú, nagyon megyek basszus. Nagyon rámentem. Igen. Mondom, arpatlak egy kicsit, nem teszek föl direkt keresztül. Ezt a sok-sokat. Te az a típusú vagy, akivel csak így kellemesen beszélgetni kell, és aztán elfárad, mint az őz, amikor ő üldözi a gepárd. Még meg is válaszoltad a kérdést, és utána egy igen. Igen. Pedig felírtam a válaszokat, ahogy az egyik hallgatónak egyik reggel mondta, hogy ő felírta, hogy miket szabad kimondani, és mit nem. És persze, hogy ráfűztem. Ráéreztem, hogy milyen típus vagy, mondom, nem teszek föl nagyon egy ilyen, nem csapdázom, hogy kicsit dumáljuk, oké, sorozat, menjünk erre, mesélj róla, mit szeretsz benne, tudod, ez a legjobb, amikor csak ilyen lazán, finoman, nincs ilyen nagyon direkten megkérdezve, hogy és szereted és nézed, hanem csak, hogy oké, kinek drukkolsz, és ott voltam. Én azt gondolom, hogy én egy hallgató barátműsorozatő voltam, de egyre kevésbé érzem. Gyerekek, nagyon megyek, háromból három. Én mondtam, hogy ha verseny van, figyeljetek, egy másik arcomat fogjátok látni. Tehát, hogy az csak mondd meg, hogy versenyünk, csak mondd ezt a szót, hogy verseny, és ez egy másik Balázs lesz. Minden hónapban elszedem a pénzeteket. Velem ne ülj le ki nevet a végét játszani. Eddig röhögtem rajta, hogy mindegyik ilyen súta, de most már kezd fájni. Anna fizetésemelést kapott. Tessék? Fizetésemelést kapott az Anna. Nem, egyébként Reni szerintem ügyes volt, ahhoz képest, hogy először játszott, nem volt rossz. Csak köszönöm szépen, igyekeztem, de hát ez most így elment. Na majd egyszer, talán még valamikor. Renikém, köszi, puszillag. Köszönöm szépen. Ciao, hello. Szia, Reni. Ciao, hello. Gyerekek, hát akkor egy kis eredményhirdetés azért, hogy menjünk bele, jó? Csak hogy... Jani játszott egyet, és abból elbukott egyet. Ez 0%. Feri nem játszott még semmit, tehát ő igazából outsider. Ő a nem játszott kategória. Ha ezt végigcsinálja februárban, akkor csenget annak, aki nyer, mert ugye... Nem értékelhetetlen. Ez olyan, mint egy dolgozat, amit nem adsz be. Nem kapsz egyes, de értékelhetetlen a teljesítmény. Úgy van, és még azt is tett hozzá, de ha játszott van, akkor úgyis elbukja. Hát vagy most hozol egyet, oké, hát az... Oké, de azért a háromból három érjen már többet, mint az egyből egy. Mi van? Persze, sokkal többet ér. Tehát, hogyha ő egyből egyel 100%-os, én viszont háromból hárommal vagyok 100%-os, akkor a 200%-os miért ér ugyanannyit? Érted, mit kérdezek? 8-ból 8-szor nehezebb 100%-osnak lenni, mint egyből egyen. Most neked ez nem tűnik föl, hogy állandóan elkezded alagítgatni a szabályokat a magad? Csak kérdezem, hogy ilyenkor a statisztika vagy a matematika nem mond valamit? Nem mond semmit, ugyanis nem ez lett a döntésünk. Mi hoztunk egy szabályzatot, most már ne kezdjél kapcsolni. Tehát ha játszom 20-ból 20-at, és az 100%, akkor az egyből egy az ugyanannyi érvényű 100%. Nem most esnek le a szabályok. De, az ugyanúgy, ez igazságtalan. Kicsi pici szívem, figyelj csak ide, nézd már oda a százalékodra. Mennyi a százalékod most? 100. Akkor még mit pattogsz itt, érted? Nekem kéne sírnom, meg alakítgatni a szabályokat, mert ahogy Jocz írja egyébként, Jani még kapni. Egy hónapig bírja idegekkel ezt a bukot, mielőtt megóvja az egészet, ez így is lesz. Te minden hónapban ki fogsz kapni, mert én nagyon megyek. De csak kérdezem, hogyha 8-ból 8-at nyerek, és a Feri egyet nyer, az ugyanannyit ér a matematikában? Nem.
Nem, miért? Csak nem így állapodtunk meg. Miért akkor tudunk úgy megállapodni? Miért akkor panaszkodsz, amikor nincs rá okod? Nem, mert most állnak, tehát most látom, hogy milyen lehetőségek merülhetnek fel. Ez olyan, mint egy kalantúr, amikor mész és ott jössz rá, hogy még fel kell menned a hegyre. Tehát ki tudta ezt előre, hogy lesz egy 8-ból 8, meg egy 1-ből 1. Hát én ezt nem tudom előre levezetni. Lassan ér le, az a sok információ, ami ez a játékhoz kapcsolódik, azért csak oda. Tehát mondok egy példát, 16-ot játszok, és 16-ot nyerek. És a Feri február 27-én játszik. Besétál egy nyomorult igennel egy félhallgatag remegő hangú 13 éves borbálával, akkor az ugyanannyit ér, mint az én 16 darab játékom. Most megnyugtatlak, én tehát az első fél mondat után értettem, hogy mit mondasz. Azért kifejezéstelen a tekintetem, mert fejben számolom a bukómat. Ja, hogy te magadban vagy 40 ezer segítek. Mit mond erre a matematika? A matematika azt mondja, hogyha ugyanolyan százalékos állás van, és akarsz különbséget tenni, akkor a játszott, illetve nyert játékok számával a százalékot meg kell szorozzuk. És az fog egy különbséget tenni. Hallottad ezt a puffanást, hogy leestem a lóról, és a lábam belakadt a kenyelbe, és vágtad a ló? Te játszottál 16-ot, és 16-ot nyertél 100%-on, vagy én egyet játszottam, egyet nyertem, én is 100%-on vagyok. A 100%-unkat megszorozzuk a nyert játékaink számával. Én 100x1, tehát 100, te pedig 100x16. Érted? És akkor már megvan a különbség. Tehát tökéletes, nem mond tovább. A matematikában így szokták megkülönböztetni, de ezt a játékszabályt nem fektettük le. Vagy ez a súlyozás? Vagy ez hogy súlyozás. Ilyen? Súlyozás? Ugye? Tehát nem fektettük le. Ezt nem fektettük ezt le. Ez így sajnos nem lett kimondva, de olyanok vagyunk, mint az amerikai foci, hogy az évtizedek alatt nő a szabálykönyv. Tehát, hogy megyünk előre, és mire elérünk a jelenkorba, már 300 oldalas. Be, mert nem bírja már el két ember. 300 oldalas szabálykönyvünk lesz. Na jó, térjünk erre oda-vissza, lépjünk ebbe a folyóba, akkor ha ott vagyunk a folyópartján. Jó, akkor de egyelőre ti sivatagba kóboroltok, én meg látok egy oázist, és tartok arra felé. Folyót még nem látok, hogy belejön. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de én játszani akarok végre. Ebben a játékban bannolni fogok mindenkit, aki nem engem választ. Na, de nem tudjuk, hogy kit választanak. Nem tudod fölhúzni most 100%-ra. Már az a baj. Ezzel az egy veszteséggel az örökre ott lesz. Úgyis el fogjátok veszíteni egy unalmas, szürke, soha el nem múló, nyomorult szerdai napon, úgyis veszíteni fogtok. Ha verseny van, engem nem, az egész évben nem fogsz látni lankadni. Ha most kimondtuk ezt, hogy verseny, figyeld meg, tehát egy májusi szerdán is úgy fogom lejátszani ezt a játékot, nekem csak mondd azt, hogy versenyzünk, és kész, vége. Aha. Ez így retteltesen. Ebbe a véres és kói versenybe. Olyan vagy, mint... Bármi. Larusso a Miyagi-dóba. Én a Miyagi-dózsóba edzettem sokáig a bőrbe. Engem Larusso tanított, érted? Én nem ütök először, csak visszaütök. Így, de... van mi viszont oda csapunk, úgyhogy... Ti Cobra Kai-osok vagytok. Ti először ütök, keményen harcoltok, és no mercy, nincs kegyelem, ugye? Ti vagytok a Cobra Kai. Én ott ugrálokat tartom, és senki nem akar odaállni. Na jó, van, hétfőn folytatjuk akkor. Téglás benzinkútán elhavad Nyíregyháza felé autóhazárokban. Köszönjük szépen. Szedik ki. Személyisérülés, szedik ki. Igen. Egyszer egy műsorvezető azt mondta, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ezt ajánlom figyelmetekbe, hogy találjuk meg a forrás, hogy ezt kimondja. Ilyenkor, Jani, majd csak kijátsszuk a január végi bármelyik napunkat, jó? Így kazettára magunknak is visszahallgatjuk, hogy akkor mit mondott. Jó. El voltam keseredben, mert úgy veszítettem egy versenyben, hogy a verseny közepén jöttem rá, hogy versenyzünk. Igen. Érted? Olyan voltam, mint nyúszik a folyóparton. De most február 1-től kezdve tudom, hogy harcolunk, tesó. Ráadásul szabályokat csak most értetted meg? Az is igaz. Na, jövünk a hírek után mindjárt a 6 perc, a pontosan 7 óra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 6 óra után. Felejtsétek el. 7 óra után 8 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek, drága hallgatók. M5-ös autópálya Szatymaznál, alacsonyan szálló X6-os. Üzenem neki, hogy balról szalagkorlát, jobbra kamionsor. Bármennyire is szeretnék repülni, még nem tudok. Hiába villogsz maximum, még gázt is elengedem, ha ennyire sietsz te. Paraszt. Puszi Norm. Köszönjük szépen. Én beolvastam, gyerekek. Én megteszek mindent, amit küldtök, én azt beolvasom. Vívjátok le. Ne legyen önkéntes rendőrködés, büntetőfékezés. Hát jó, ne vizsgáljál a seggembe, akkor nem büntetőfékezek, haló. Tessék? Hát azért, na most ne a már bánthatjuk a büntetőfékezést is, de a büntetőfékezésnek ebben az esetben volt egy előzménye. Na jó, csak mondom, hogy nehez legyen a megoldás. Tehát ne legyen bajban attól, hogy jön egy X6-os vagy egy X5-ös a fenekében. És ne parasztozzunk, mert ma lesz egy vendégünk telefonon, érted, Bódi Szilvit hívjuk 8 óra, akkor Bódi gazda! Tevékenységét tekintve most paraszt.
Ugye? Igen. Tehát mert így a földműves ember, hát aranykalászos gazda. Lehet mondani. Ja, az ingem. Figyelj, haver. Egy kis... Van egy pici. Ó, basszus, boxoltál kint? Megvágtam magad. Megvágtad magad? Mert hogy úgy néz ki, mint aki éppen tehát picit magas a vérnyomás, és így jön az orrból. Ami... Szóval az van, hogy vagyok. Most vagy egy zombi támadás ért kint a WC-be, vagy valami ömlik a vér az orrodból. Vagy... Megtekertem az orromat. Megtekerted az orrodat? Igen. Ahogy sokan megtekerik szombat este, úgy, vagy úgy? Hogy tekerted meg? Betekertél egy kis ezt-azt? Volt egy kis hollywoodi szénanát, hát te már így dopingolsz, én még maradok a koffein. Valaki azt mondta, hogy, hogy egyetlen játékot nem fogok nyerni, a fekete fehér igen, ebben az ősztértől mondtam, hogy igen, akkor gyere ki, lát, játsszuk le. De mindezt a tükörbe csináltad, ahogy látom, és lefejelted. Igen. Jani csupa vér, gyerekek. Ez már nagyon durva, amittól. Már nem bírják az ornyák árcsáit. Azt mondja, hogy mit ír? Mi csoda ez? Mire mondja? Nem tudom, melyiket olvasod. Nem hisz föl magad. Engedd el. Ja, nem. Aggódjunk, Janiért, van itt nekünk elég dolgunk. Igen, emberünk ezt most autópályán vezetés közben írja, nem csoda, hogy villognak rá. Áll a sor. Balról szalakorlát, jobbról kamionsor. Nem tud előzni. Áll a sor. Meg lehet, hogy nem ő vezet, hanem az anyósülésen ül. Az meg a másik ilyen. Nem tudjuk, hogy ő írta ezt. Van új Polgár Peti dal, nem akarjuk-e? Meghallgatni, kérdezi egy hallgatónk. De nagyon szívesen. De van új. Peti el is küldte ezt talán tegnap nekünk, vagy tegnap előtt. Úgyhogy... Most jött ki a héten az aktuális helyzetről. Igen, Csirkefarhát talán dal címe, vagy nem tudom, legalábbis a Csirkefarhátról énekel. Farhát Parti a dal címe, úgyhogy ezt is meghallgathatjuk. Na, a SMS számunk pedig 0-23-111-111, ide küldjetek nekünk közlekedésireket. Jó, időjárásunk, rendben lesz, jó lesz. Jön a tavasz, ledobjuk a téli kabátot kint a testnek, mutatjuk magunkat. A minden segít ma neki. Már plusz 8 délután még egy kis szél lesz. Én is készülök a nyára, nagyon készülök a nyára. Nyaralás, megyünk valahova? Napi 100 fekvőt nyomok, haver. Ne. Elkezdtem napi 100 fekvőt, nem egyszerre. Nem. Mi kettőt reggel. Nem, egyesével, és mindig iszom köztem. Nem, fel van építve, hogy. Tehát, hogy így, na, és egyébként figyelj, annyira tónusba rak, csak így a gyerekek edzenek még este, ütnek, rúgnak. Most én is elkezdtem. És akkor ötöt lenyomsz olyankor. De miért, mi a cél? Tízesével indítom, ötvenig, tízesével megyek ötvenig indítom, ott van egy kis pihi, és akkor utána én 10-15-ösével még eljutok 100-ig. Azt hittem, hogy nem fog menni, és most így 3 napja csinálom. Jó, egy nap alatt azért csak össze tud hozni az ember 100 fekvőt. Jó, de azért, tehát azért nem ez a lényeg, hogy legyen rá 24 óra. Rád, tehát, hogy azért ez nem így ebben a formában. Nem járok, én vagyok ez a gym guy, tehát, hogy én ezt annyira nem szeretem. És az megvan, hogyha mondjuk 90-ig jutsz el este 10-ig, akkor beállítod az órádat 11-re, hogy még azt a 10-et lenyomjad. Tehát ezt nagyjából azért ezt illik megcsinálni, hogy 15-20 perc alatt. De nagyon, van nagyon. Van ilyen applikáció, képzeld el, ami ezeket fölnyomja. Tehát, hogy tudsz vele edzeni, és akkor azt mondod, hogy 100-ig te el akarsz jutni. És akkor mondja, hogy igen, és csinálj 6-8-at, 2-5-5-5-5, 3-6-6-6-ot, és emeli a napi adagot, és akkor így megcsinálsz, mondjuk 28 napon belül 100 fekvőt folyamatosan. Igen. És akkor előbb-utóbb eljutsz. Felülést is csináljál akkor, ha szép akarsz lenni nyárra. Én azt mondom, hogy a 100 fekvő együtt egymás után folyamatosan, szabályosan, az már egy jó szint. Hát az gyönyörű. Az egy jó szint. Tehát, hogy azért, ha mondjuk oda eljutsz... Ne rángasd a vállat, hogy neked megvan. Az nem egy rossz nincs szint. Meg, most nincs. Most így egy vattapamacs van az orrodban. Mondj valamit, beszélj. Olyan, mintha összevesztél volna. Nem, az a probléma, hogy Mondi is mindig mondja, hogy ne úgy fújjam már az orromat, mint az utolsó ítélet kürtjét. Gabriel Arkangyal, csak én ilyen ez a... Ez vagyok. Netflixen van egy sorozat, ami úgy kezdődik, hogy zombivá alakulás, hogy elkezd folyni az orrodból a vér. Ez ugye a mindannyian halottak vagyunk. A Netflix koreai zombi sorozata, az egy gimnáziumban játszódik, tehát ha hevesen elkezdesz brékelni, rángatózni, akkor kiváglak az ablakon. Akkor meg kell, hogy jöjjünk, az van. Negyed srác. Akkor nem leszek. Egyre csenés oda, csinálok egy birkózóidat, aztán vissza. Én tudom, hogy az már nem olyan, tehát én simán oda megyek és kidoblak az ablakon. Nem lesz lelkiismeret furdalásom, hogy az már nem, az te vagy, meg jaj, Jani, az már nem te vagy, az már egy zombi. Mert utána neki esel és kiharapsz Feri torkából egy darabot. Azt meg nem engedhetjük meg. Nem fekvőzöl te olyan régen, hogy kidobják. Hát ha már zombi vagy, akkor az egyetlen esélyünk, mert pillanatokon mindenki zombi meg fogom harapni a kis ujjadat.
Na, de mi a cél ebben, hogy a cél? Neki akar szépülni? Hogy még a jövőben. Tudom, egy kicsit, hogy úgy kipattintsam magam. Testmutogató leszel. Igen. Én megmutogatom a felső testemet nyáron. És meddig, kicsit... meddig akarod csinálni? Vasárnapig? Nem, én szerintem ma van az utolsó. Jó. De nem frusztrál az, amit látok magazinokban, meg tévéreklámokban, meg alsógatya reklámokban, tehát bennem nincs ilyen, sose volt. Ez a fajta mindenhol, tudod, ez a jó csaj, jó pasi szindróma, ez, tehát engem nem érdekel nagyon ez. Na, ez tehát jól esik, mert nem fizikai dolgokat csinálok, és jól esik egy kicsit így erőlétű dolgokat, de tehát inkább megölöm magam, mint hogy lemenjek egy edzőterembe. Az nem az én világom ugyanis. Ez meg igen. Na már most, hogyha ezt mondtad, ezt a jó csaj, jó pasit, azt nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy az van, hogy a jó csaj kategóriában, a divatvilágban elkezdett, meghúzott a változás. Igen. Megjelent a plusz size. Ugye, akire azt mondjuk, hogy ahogy mondják, ez a címlap lányoknál, hogyha van 3 kilóval többed vagy 5, akkor te már plusz size vagy, de egyébként az átlagember ez. Tehát, hogy az átlagember, az átlagnő nem 40 kilós például Magyarországon, igen, meg főleg, igen, nem? És gondolkoznak rajta, hogy ezt behozzák férfiban. Mert a férfi katalógusban, ha megnézed, csak a kigyúrt kockahasú csávó van benne a fehér nemű reklámban. Igen, hát a fene se tudja. Igen. Te mit mondasz? Te vagy ebben? Nem, hát te mondhatod ki őszintén, hogy mit gondolsz hogy erről. Nem. Ne hozzák be a kövér férfiakat, mert nekem van tükröm otthon, tudod? Nekem jó. Az marára elég. Azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy én is azt szeretnék lenni. Ne legyél felé, mindannyiunk érdekében. Ne tedd. Nem kell, mert motivál a szép férfi test is. Abban motivál, hogy jobban fogyókúrász, hogy szebb felüléseket csinálj, hogy neked is kockás legyen a hasad. A nőknél tök oké. Tehát, hogy nem akarsz kövér, igen, férfiakat látni Hounden magazinban. Itt vagyok én. Nagy darab férfit, nagy darab pizsomában, nagy darab kövéren. Most megvan, hogy megjön egy ilyen katalógus otthon hozzánk haza a béka föllapozó, és azt mondja, hogy ez is olyan kövér, mint te. Hát kell ez neked? De én azt gondolom, hogy oldaná a szorongás saját. Nincs a kövéreknek. Nincs szorongásom, jó? Nem? Nekem súlyom van, öreg. Igen, nem rossz kövérként állandóan kockahasú pasikat látni. Ugye ez a pozitív testmozgalomnak egy ilyen, hogy is mondjam, csak mellékzöngéje, hogy igenis legyenek duci nők magazinokban. Hounden magazin, mit tudom én, divat magazinok. Most látod. De kövérpasik nincsenek ebben. Ez egy jó felvetés. Nincsenek kövérpasik. Na most kérdés, hogy akarunk-e kövér férfiakat látni? Azt mondod, hál' Istennek. Szóval egy már biztos, hogy nem akar kövér férfiakat látni. Én sem. Én kövérként se akarok. Miért nem? Például a plusz size nővel tökre nincs bajom. Tehát, hogy arra azt gondolom, hogy a nőnek jó kell, hogy legyen azonosulás. Tök igazad van. Én nem akarok kövér férfiakat látni. Kövér fekete férfit sem, kövér kínai férfit sem, kövér maláj férfit sem. Ez most hogy kerüli, de hogy bőrszíne. Hogy van-e bajod a négerekkel? Ja, gondoltam. A sárgákkal, a négerekkel, a fengeszékkel, a bonyolyakkal. Mivel van még bajod a kövérekkel kívül? Vietkongokkal, vietnámiakkal? Ennek sok haja van, sőt, annak is, aki kopasz. A kopaszokat külön nem szeretem. Nem, arra gondolok, hogy ugye... A szeretem. Ugye a magazinok már egy ideje elindították, hogy afroamerikai nő, akkor kínai nő, akkor maláj nő. Tudod? Tehát, hogy már látsz nem csak európait európai pizsomába, hanem nagyon sok fajta bőrtípusú, nagyon sok fajta származású. Tehát ebben már van egy ilyen egyenlőségre való hajtás. Oké. De ebben tényleg nincs, és ez egy jó kérdés, hogy akarunk-e mi most látni kövér férfiakat, amellett, hogy látunk kövér nőket. Diszkréten bolett. Finoman elhízott. Így van, plusz size. Politikailag hogy vagyok nagyon korrekt? Plusz size. Ahogy állott fürdőnadrágban, állott pizsomában. Nem, a férfi test nem szép. Én magam de mondom, gyerekek, én nem vagyok szép. Nem, de levetkőzöm nektek itt, akarod? Ne, vagy ebédelni szeretnék még reggelizni. Hogy megmutassam. Érted, figyelj. Várj, ez nem a szépségről szól. 0%-kal állok, és akkor még a te testedet is nézzem. Feri, de ez várj, ez pont nem a szépségről szól. Tehát ez a szépségipar, vagy a szépség idea lebontás. Szól. Tehát itt fordítva kell gondolkozni, és azt kell mondani, hogy számoljunk le ezzel, ami túl direkt nagyon szép, kockahas, gyönyörű, csodás fenekű nő, és mutassuk meg a strihát, a narancsbőrt, a kövérnőt, a kövérférfit, hogy te, aki kövér vagy, mert akkor nem úgy gondolkozol, egy kicsit jobban elfogad nem a másikat, hanem saját magad, old a szorongásodat, hogy egy kicsit lehet, hogy ő is kövér. Ne szorongjál attól, hogy egy csomó kockahasú pasi virít rád, és már kezdesz azon szorongani, hogy fogsz levetkőzni Velencén a lángososnál. Igen, de ugye ha látsz kövér pasit, akkor egy kicsit megnyugszol, hogy ez is már egyre elfogadottabb. De ez egy felmentés.
Tehát, hogy ő megfogja, hogy ránéz majd a plusz size-os modell férfi, és azt mondja, hogy na, tessék, mert az újságokban is benne van, tessék, ott van a katalógusokban, tessék, ott van a reklámokban, akkor már nekem nem is kell sportolni, akkor zabálhatok, amennyit akarok. Felfogadod így is, de felfogadod úgy is, hogy egy csomó nő mondjuk szorong attól, hogy mindenhol a tökéletes, gyönyörű bikini alakú testű, gyönyörű edzett nők vannak. És ha látsz egy nőt egy kicsit estébával, egy kicsit molettebben, akkor azt mondod, hogy jól van, na, azért nem csak azt mutatjuk meg, ami nagyon mű. Én a nőkkel tök elfogadó vagyok, de a férfiak... De neked mondjuk lehet kicsi, vékony, kövér, nagyon kövér, plusz size, kínai, vietnámi, amerikai mestic. Eljutottam abba a korba, ahol már nincsenek kizáró okok, csak nő legyen. De okay. Hogy, nagy de, a hal. Mondd meg őszintén, mi a baj egy kövér pasival, egy pizsoma reklámban a H&M-ben, nem a katalógusban? Nem jó az üzenete, mert valószínűleg nem él egészséges életmódot. Valószínűleg keveset mozog, valószínűleg túl sokat zabál, és azt tudjuk nagyon jól, hogy egyébként ez bizonyos egészségügyi problémák. De várj, bocsánat, nem egy életmód magazin van benne, hanem egy pizsomát akar neked eladni. Nem ugyanaz. Tehát ő nem azt üzeni, hogy mozog, sportolj, csak szeretnék neked eladni egy öltönyt. Szeretnék neked eladni egy pizsomát. Azzal mi a baj? És közben kövér. Olyan, mint a Feri. Hogy? Kicsoda? Na, hát akkor ez mi a baj? Hogy nőknél elfogadjuk. Te is elfogadod, én is elfogadom. Sőt, vagyok. Én nagyon örültem abszolút neki, hogy igen, mutassuk semmi meg, hogy ilyen. A hapsinál valahogy nem. Nekem nem hiányzik. Nem. Én attól nem leszek boldogabb. Én például nem fogok megnyugodni, ha látok egy ugyanilyen puha testűt, mint én. Miért nem? Mert nekem nincs bajom a nyugsággal. A, érted? Hát ne emlékeztessenek már, hogy kövér vagyok. Majd tudod én te tudom, magadról, hogy kövér tudom, vagy. Tudom, már teszek érte. Teszek érte, mindjárt szálkás leszek. Meg tudod nagyon, hogy semmi pozitívuma nincs. De miért egy kövér pasi nem öltözködhet? Egy kövér pasi nem nézhet magának pizsomát? Egy kövér pasi nem keresett magának zakót? Csak te ne lásd. Ezek szerint azt mondod, hogy igazából nem érdemlik meg, hogy saját pizsomájuk legyen, esetleg saját katalógusok legyen, nem utogassák saját magukat. Ilyenek egy zsákban, ami a nyakunknál el van kötve. Egy kövér pasi nem lehet igényes? Dehogy nem. Akkor ő nem nézett magának pizsomát? De. Fel is tök jól öltözködik egyébként. De tudod, hogy is semmi van. Hát meg a 2XL-es pizsomára böksz rá, amikor rendez pizsomát magadnak. Hát attól én nem fogok jobban pizsamát venni, hogy egy 120 kilós csávó mutatja be, mint hogy igen, egy 80-as. Igen, de a társadalmi státuszotok, az elfogadásotok, az önképetek egy kicsit helyére áll azáltal szerintem, hogy nem 70 kilós szintiszta izomcsávó akar neked eladni egy speedo fürdőgatyát. Tehát a kövérnőknek is ez okay. A lényege a magazinokban. Hogy akkor fogadjuk-e jobban magunkat? Hogy ez nem az esztétikumról szól, hanem pont az ellenesztétikumról. Tehát, hogy arról szól, hogy ez is természetes. Ezzel sincs baj. Ne csak azt fogadjuk el, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép és gyönyörű és nagyon szexi és kívánatos. De. Mert ez egy hamis kép, egy illúzió. Én azt mondom, hogy a véglet sem jó. Tehát nem jó az, hogyha egy szárazra gyújt ilyen six-pack-es, ilyen izék irgalmatlanul jó testű csávó. Vannak, de ezt látod. Azok már engem is frusztrálnak. De az megint szélsőség. Valami középutat kellene találni. Egy normális testalkatú egyébként, mit tudom, maximum 1-2 kilogramm zsír felesleggel rendelkező, teljesen normális testalkatú férfi, miért ne lehetne a katalógusban? Mert nem kell nekem a six-pack se, érted? Te mi látványként. Te mi vagy, oversize, vagy plus size, vagy plus-plus, vagy brutal size, vagy 4XL. Vagy a kérjük lapozzon tovább a piac tér oldalra, te mi vagy? Én azért nem tudok katalógusba kerülni, mert 4 oldalt foglalnék el egy fotóval. Fura módon a kövér férfi még nem ment át. Ugye azért nagyon ezt a világot éljük, hogy mutasd meg a sokszínűséget, mutasd meg a kövéret, a soványat, a minden, és a nők leszámoltak a vékony nő ideológiával. Szerintem ez a kövérnők lobbia, és ez egy fontos lobby, hogy igenis mutassuk be. Nincs kövér férfi lobby akkor valószínűleg. Mert bennünket lehet, hogy nem zavar. Az viszont zavarna, ha látnák. De hogy nem zavar. Én szerintem hát zavar. Szerintem se diétáznám most, hogyha nem zavarna. Igen, szerintem egy kövér férfit zavarja, hogy kövér. Igen. Na jó, egy kicsit. Egy kövér férfinek szorongást okoz az, ha ő látja, hogy mindenki baromira ki van nyúrva. Tehát nem szabad összekeverni ezt az esztétikummal, mert nem esztétikus nyilván. Jó, de nem is ronda. Segítene? De akkor nem azt érjük el vele, hogy beteszed a kövér férfit, és akkor itt Janinak igaza igen? van, mi kövérek megnézzük, és azt mondjuk, hogy ja, ő is elfogadja van. Magát. Minek edzek, minek diétázok, minek figyeljek oda magamra, miért éljek egészségesebb életmódot, és szerinted itt az egészsége van a hangsúly alapvetően, nem az esztétikumon.
Miért szerinted, ha meglátjuk, akkor ezt visszafordítva a vékonyat, akkor meg minden kövér azonnal lemegy edzeni, és azt mondja, hogy én is ilyen akarok lenni, és nem inkább az, hogy frusztrálódik, elmegy az életkedve, önbizalom hiányos lesz, gátlásos lesz, utálni fogja magát, nem fog tudni ismerkedni, és azt mondja, hogy basszus, azt pusolják, hogy jól nézek ki, mindenhol ezt köszön vissza rám, én meg így nézek ki, mint egy darab szar, kövér vagyok. Na, jó, most mondja, nem én mondom róluk, nem én mondom róluk, magára néz, és azt mondja, hogy nem hiszem el, és nem tudok ismerkedni, és gátlásos leszek, és frusztrált leszek. Becsukom az újságot, és megeszem egy hamburgert. Tehát, hogy szerintem ez kontraproduktív is lehet, ez nem csak arról szól, hogy ú, de izmos mindenki, én is az leszek. Nem, basszus, hát egy jó nő is frusztrál egy kevésbé jó nőt. Ő se azt mondja, hogy irány a konditerem, hanem azt mondja, hogy nem megyek le, mert narancsbőrös vagyok, mert én nem tudok annyit edzeni, mert kicsit lóg a fenekem, nem olyan a mellem, és ettől inkább bezár, sem mint hogy lerohanjon egy edzőterembe, ahol 20 jó nő megy a futógépen, és mindenki a másikat stíröli, érted? Tehát, hogy ez szerintem... És ha van narancsbőrös modell, aki kicsit túlsős, akkor azt mondod, hogy... Igen, én ezt bírom. Akkor van egy narancsbőrös, van egy strihaltok, azt mondod, hogy nem hazudok valami nagyon szépet, nem játszom el, hogy ez az ideális, hanem azt mondom, hogy igen, megmutatjuk, hogy a jó nőn is lehet narancsbőr, a jó nőn is lehet striha, a jó nő is hízhet egy pár kilót, oldja azt a fajta szorongást, hogy a kevésbé csinos, vagy két gyerekes, vagy három gyerekes, kevésbé edzett is egy kicsit kap egy pozitív önképet. Szerintem ez nem egy rossz dolog. Nem rossz dolog, de most azért tényleg a férfiakról beszélünk, a nők, ez picit nem mesztelen a férfi, bár nem mesztelen. Azért jó, de most arról beszéltünk, hogy boxer alsókat, meg fürdőnadrágokat, meg fecske alsókat, meg mit tudom, amiket fehér neműt fog árusítani. Érted? Igen, nagyon fölröhögnél, ha látnál egy kövér férfit egy fürdőgatyában? Nem. Te szerintem az első lennél... Szerintem te az első lennél, aki bejönni, és aztán Pali ezt néz meg, és csapkodnád a térdet. Erre miért van szükség? De valójában miért? Hát a strandon is látsz egy csomó kövéremet. Persze. Miben más újságban látni, és miben más lemenni a Balatóra egy hűtőtáskával, és megnézni, hogy a magyar lakosság 80%-a kövéren fekszik ki a déli partra. És az északi partra is. Elfogadóbbak lesznek a jól kidolgozott testű emberek, ha látnak kövér embert a magazinban, akkor a Balatonparton elfogadó nem fog beszólni ennyit, mert nem. Most az van. Ne, ez nem egy érzékenyítés. A kövérnek lesz egy kicsit könnyebb. Ha beszólok neki, Dagi, vinni el a hűtőtáskádat. Ne így csipasz magad a fűzfalat, az én fűzfalat. Van ilyen. A kövér lesz elfogadóbb saját magával. A H&M-nek nem a társadalmi érzékenyítés a lényege, hanem az a lényege, hogy a kövér megtalálja azt, hogy de jó, foglalkoznak velem, itt én is meg tudom ezt venni, törődnek velem, kicsit engem is kiszolgálnak, az én lelkemmel is törődnek, ez egy piaci rés lenne, ha vállalnák, szerintem tök-tökös lenne. És azt mondja, hogy oké, gyerekek, nálunk azért nem mindenki van kigyúrva, gyere, vegyél nálunk pizsomát, nézd meg, a kövérek is vesznek. Bocsánat, elhízottak, diszkréten molettek, pufik, ki hova sorolja magát, ugye? Én most ezzel én most zaklatást követek el, azt mondom, hogy kövér? Igen. Figyelj, szerintem a kövérek ne kapjanak pizsamát, hogy mindig lehessen látni. Nem mondd, hogy nem zaklat, hát zaklat. Ne vegyen fel pizsamát, mert a pizsama eltakar. Legyen nekik, csak legyen alvó alsója. Body shaming-el. Te nem én body positivity vagyok nem, most szerintem. Most a kövérezéssel, amire Jani azt mondja, hogy nem zavarsz vele senkit, a kövéreket igenis zavarod. Most borzasztó body positivity voltam. Jó, tehát most én vagyok a legnagyobb body positivity. A világ legnagyobb body positivity-ja vagyok, és sose voltam ennyire body positivity. Most te body positivity vagy. Én most az vagyok, a legnagyobb body positivity. Azért mondod, hogy kövér, mert így mindenki érti. Oké, akkor azt mondom, hogy pufók, azt mondom, hogy puffancs, azt mondom, tehát most mit mondjak? Diszkréten molett, jó? Így van. Jó, nagy felületen mit mondtok magatokra? Mi az, mit mondasz magad? Nagy felületen hogy szép. Baj van. Hogy júj. Júj, nem mi. Mit mondasz magadra az, hogy júj. Jaj, Istenem. Ez a legjobb egy kövértől. Te mit mondasz magadra? Én júj. Júj. Főleg a levet közöm. Figyelj, szóval tényleg azt érzem, hogy ha most ezt így elfogadjuk, hogy ez így rendben van, meg így jó, meg őket is el kell fogadni, és persze fogadjuk. Meg őket is el kell fogadni. Persze. A kövér rasszista néz meg. Fogadjuk el. Fogadjuk el, és akkor fogadjuk el azt is, hogy akkor nem fognak egészségesen táplálkozni, fogadjuk el azt, hogy akkor nem fognak semmit tenni ez ellen, ami egyébként hosszú távon nagyon jól tudjuk, és főleg a kor előaralatával ez mind-mind egészségügyi kockázat. De az, hogy megmutatod, hogy vannak, az nem azt jelenti, hogy belenyugszol, csak... Mutogass inkább idősebbeket, tehát hogy ne a testsúlyra, hogyha azt akarják, hogy nyitni akarnak minden irányba, és mindenkit el akarnak, például ez tökre örülnék, hogyha idősebb modellek lennének. Ja, Jani, oké, de most a vásárlók ezek azért a 18-49, most vehetünk 70 éves. Mamuszt, hogy a papának már kicsit viszeres a lába és fázik, de azért, tehát itt a vásárló tömegre akar építeni a H&M, de nem a 80 pluszosokra, érted, hajhálóval. De vajon miért? Azért, mert egy csomó kövér ember van. Hát? Azért akar, na.
És hogyha, tehát, hogy ebből is... Ki ebből... a kövér rasszista közülünk, érzel? Nem, a kicsi vékony szerintem gyűlöli a kövéreket. Nem. Az áruház, mert látja, hogy van egy ilyen szegmens, ezért repül rá. Ő ezzel nem az elfogadást akarja erősíteni, egyszerűen csak el akarja adni a termékeit. Haver, neked van valami bajod a kövérekkel, nem akarod ezt elmondani egyszer őszintén nekem? És azt ne felejtsük el, hogy egy kövér pizsama, két sovány. De nincs velük semmi bajom, most még ezt kellett valahogy. Jó, most már mondd el a következő megszeretet, mi a legnagyobb bajod a kövérekkel? Sokat tesznek, ugyanannyi adót fizetnek, két helyet foglalnak a repülőn. Mi a baj a kövérekkel? Mondd el nekem, légy szíves. Ez. Két pizsama van benne. Jövünk a hírek után, mindjárt 7:30 pontosan. Na. Itt vagyunk, 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Jani, ne bázd a kövéreket, való ők is emberek. Na, de folytasd. Igazi szemét. Kaptuk SMS-ben, ugye egy érdekes felvetésről kezdünk beszélgetni itt, hogy jön a nyár, és Feri felvetette, hogy milyen érdekes tényleg, hogy még mindig nincsenek kövér férfiak magazinokban, mert itt ugye belementünk az önképbe, meg hogy ki hogy készül a nyára, meg fekvő, meg hűltünk, és aztán arról kezdtünk beszélni, hogy akarunk-e kövér férfiakat, moletteket, diszkréten elhízottakat, pufikat látni férfi magazinban, női magazinban, vagy nem is mindenki egy kicsit máshogy gondolja, de hát pont ettől szép. Jana azt mondta, hogy különösebben nem, mert egyrészt, hogy nem is esztétikus az üzenete miatt, meg nem akarsz kövér férfiakat nézni. Én ezt is értem. Hát persze. Nézzünk, mit telegetünk. Írt egy hallgató egyébként, hogy Feri, ismerd ezt a viccet, hogy két kövér ember beszélget, tudod miről? És mindegy, nem érdekel senkit, kövérek. Látod, és te ezt táplálod, ezt a tüzet, Vadon János. Nem, az tényleg félreértések elkerülés végét, mondom, engem nem az esztétikum érdekel ebben, hanem az, hogy túlsúlyosnak lenni pedig nem egészséges. És ne csak magad miatt fogjál le, vagy vállalkozás. Igen, csak várj, mert ezen alapján az emberek miatt, akik téged szeretnek, és nagyon sokáig szeretnének veled együtt élni, boldogságban, békességben, egészségben. De várj, ezen analógia alapján akkor nem utassuk meg, mert az nem egészséges, attól ez még van. Tehát akkor eltakarunk, elhazudunk valamit, a magyar lakosság 80%-a elhízott. Hát akkor azért nem utassuk meg valahol, mert az egészségtelen, hát akkor ne adjunk le vattacukor reklámot se. Tehát attól ezért meg kell mutatni, hogy ez egy létező dolog. Be kell rakni szerintem magazinban. Na, de nem divatkatalógusokban kell benne lennie, hanem olyan magazinokban kell benne lennie, ahol ezzel a témával foglalkoznak és próbálnak megtenni ellen. De miért? Egy kövérpasi nem nézhet meg egy kövérpasit, hogy milyen az a pizsoma, amit ő venni akar magának? Nem mi nézzük meg, a soványak nézik meg, hogy ugyanaz a pizsoma, kétszer annyi anyag, az mégis ugyanannyiba kerül, mint nekik. Igen, egy kövérpasi venni akar egy pizsomát. Látja ezeket a kigyúrt csávókat? És látni akar, hogy néz ki egy kövérpasin, akkor ő nem láthatja egy H&M magazinban. Az van, hogy a kigyúrtban is van 60 kilós kigyúrt, meg van 120 kilós kigyúrt is. Neki a 120 kilós kigyúrt. Ritkán látom 120 kilós kigyúrtat. Hát dehogy nem. A H&M magazinban? Hát a magazinban ez a jellemző. Azt mondom, hogy van nekik méret. Tehát nem kell belemenni külön kövérként. De nem tudom, hogy nekem kövérnek, nekem hogy fog állni. Milyen mintájú pizsamát vegyek, ami eltakarja. Kövérrasszista, persze, utálja a kövéreket. Kifejezetten ellenérzése van a kövérekkel kapcsolatban. Én most már egyre inkább érzem. Mondd ki végre a lényeget. Mi a bajod a kövéreket? Mi az a kövéreket? Mi a 58 kilommal? Semmit nem számít. Mindig is tudtam, hogy bajod van a pufikkal. Végre egyszer elmondhattál őszintén, hogy mi az Isten bajod van a pufikkal. Azt mondja, tegnap haverom beült az anyósülésen, mondtam neki, hogy nem zavar, hogy kövér, csak megkértem, hogy vegyen egy nagy levegőt, hogy lassan, hogy csak vegyem egy nagy levegőt, hogy lássam, hol van a sebváltó. Gábor küldte nekünk. Jó lehet a kapcsolatotok az anyósoddal. Régen, amikor még nem voltak közösségi felületek, és az átlag vagy az átlagon aluli emberek nem látszottak olyan markánsan, mint manapság, akkor a modellek lehettek átlagon felül szépségek, ma már ez nehéz, Peter, frusztrálja az átlag embereket, mert ők is megmutatnák magukat. Így kell közelíteni egymáshoz a dolgokat, több az átlagos ember, mint a kirívóan szép. Uh-huh. Ja. Na de mégse ugye az átlagossal reklámozunk, se nőbe, se férfiban, hanem a szépen reklámozunk. Nincs ez közelítés. Ez a csajoknál már megtörtént. Okay. Ez változik ezzel a fajta body positivity-vel. Ez egy mozgalom. Body positivity. Ez lett egy nagy mozgalom. Tehát ezzel a szépség ideállal akarunk most leszámolni a vékony, roppanócsantú 30 kilós modellek, amik kezdenek kimenni. Jól nézzük a Rihannának a kollekcióját.
Hát, vagy nézd meg a Victoria Secretet, ugye? Hát ők is kidobták ezeket az angyalarcú 40 kilós csajokat, és bedobták a normál testalkatú, sőt, helyenként egy kicsit diszkréten molett nőket. Férfiakat talán még nem látok. A Rihannának már van olyan kollekciója, talán fehér nemű, vagy bugyi, vagy alsó, vagy a boxer alsó, ahol ő már kifejezetten bemer rakni kövérduci férfiakat, akár mondjuk félmeztelenül. Mind azt üzeni, hogy gondolok rátok, veletek vagyok, ti is vásárolhattok, nyugodtan vállaljátok ezt föl. Vagy az üzlet, vagy nem, oké, nyilván az is benne van, de közben szerintem ez egy jó megoldása lehet a sok frusztrált nőnek és férfinek. Baromi nehéz lehet ebben, ha te testképzavaros vagy. De ha vékony testképzavaros vagy is, nagyon lehet a mai korban élni. Az is borzasztó. Olyan szinten nyomják feléd a társadalmi elvárásokat, olyan szinten látsz te óriás plakátokat, reklámokat, gyönyörű nőkről, gyönyörű férfiakról, hogy én nem lennék ilyen jobban magammal, szarul kezdeném érezni magam, de hál' Isten nem így van. Így van, hát már teszel is ugye a kockás hasért, hál' Isten, százfelülése. Hál' Isten nem a társadalmi elvárások alapján ítélem meg a saját testemmel való viszonyomat, és ebben ez lenne a legfontosabb üzenet, hogy figyelj, pusoljanak neked akármit, ne ahhoz magadat képest szeresd vagy ne szeresd magad, hanem a saját elvárásait, saját testedhez képest legyen meg a saját önképed, de sokan nem tudják fölmérni. És magazinokhoz, reklámokhoz, edzőteremben látottakhoz, instákhoz, facebookokhoz próbálják hozzácsiszolni a maguk elvárásait, de nem az ő arányaikhoz is az ő testének adottságai, az érted? Vagyis az elváráshoz csiszolod az önképedet. Ez nagyon nagy baj. Teszi. Hát ő csak inspirációt keres. Érted? Nem, most nem arra gondolok, hanem az önképed azért sérül, mert nagy a nyomás mindenfelől, és egyszerűen azokhoz az elvárásokhoz azért kezdek el fogyni, mert tudom, hogy ez most nem divat, azért akarok lemenni spinningelni, mert minden nő, aki velem szembe jön, kerekssége van, és izmos combi, és 35 vagyok, és már kicsit pufi vagyok, és akkor rosszul érzem magam. Tehát nagy a nyomás rajtunk. De érted? Az a külcsínben nagy a nyomás. Nem mennek le. Hogy nem mennek le? Hogy nem megy le az edzőterembe. Az már egy másik dolog. Na de akkor az segíteni fog? Ebben nem fog segíteni, nem leszünk egészségesebbek, nem leszünk soványabbak, hiszen most, hogy csak szép... Ez nem egy fogyókúrás magazin, tehát ezért ez... Most... Értem, de hogy te most arra mondasz, hogy az elfogadásban segítsem, vagy a megváltoztatásában annak, ami most én vagyok. Ha én nem fogadom el magam, akkor menjek változtatni. Én erre vittem tovább, igen, hogy felejtsd el, hogy mivel nyomasztanak, kezdj el jóba lenni a saját önképe, de kezd el megszeretni egy kicsit jobban magad, francba az elvárásokat. Én ezt mondom. Kövéren, akkor tök mindegy, hogy milyen képet sugároznak. Ha nem fogadtam el magam kövéren, akkor A, vagy megnyomorodok lelkileg, amit te mondasz, igen, ebbe, vagy igen, B, elindulok egy úton, hogy igen, mondjuk lefogyjak. Így van. Melyikbe fog segíteni az, ha lesz kövérmodell? Azt nem látom. Miközben az elfogadás, hogy tök álságos az egész. Őt egyáltalán nem érdekli, hogy te kövér vagy, vagy sovány vagy, vedd meg a terméket. Érted? Ez nem egy életmód magazin. Nem, ő csak annyit akar közvetíteni, semmi más nem akar közvetíteni, csak a termékpalettát. Igen. Ez mindig jó, hogy szép srácok, de mi újság a törpékkel? Na, a törpékkel? De semmi gond nincsen. Babszem Jankó? Nem, semmi gond. Szerintem egy kövér volt. Babszem Jankó vagyok Lőrincről. Én vagyok, tudjátok, a lőrinci törpe. Na, most a törpe... Nem, az a bajom a kövérekkel. Törpességgel. Azt nem tudom, hogy a 165 cm törpének számít, de vannak, akik szerint igen. Na, a törpék azok genetikailag ilyenek. Tehát a törpe az nem tehet arról, hogy milyen magas az lett. Az elhízott ember viszont tehet róla. Tehát, hogy a te életmódodnak az a következménye, hogy rárakodik egy csomó súlyfelesleg, aminek a következménye egyébként az lesz majd, hogy de a soványt is mondhatnám egyébként. Ha genetikáról van szó, akkor bocsánat, ezt ne keverjük már ide. Jó, de az életmódod, jó, csak kérdezz, hogy mi a helyzet. Okay. Hát ő csak megkérdezte, hogy mi a helyzet. Most ne húzd fel magad, Babszem. Én nem tettem semmit azért. Nem tudom visszatámadni, hogy mikor nem tettem semmit azért, hogy törpe lettem. Tudjátok, én vagyok a törpe. Viszont te tettél azért, hogy van rajtad súlyfelesleg. És hogyha hormonzavaros vagyok. És attól, hogy törpe vagyok, még nem valószínűleg nem lesznek szív- és érrendszeri megbetegedéseim. Van, ahol azért genetika, van, ahol azért nem ilyen egyszerű, hogy zabálok, az kövér vagyok. Tehát, hogy van, aki nem tud fogyni, aki genetikailag. Ezt már az elején szerintem tisztáztuk, hogy nem, ez egy más, teljesen más nehéz dolog, ez a kövérség. Mindig azt mondja, hogy milyen kövérnek lenni, hogy mennyire nem, aki sose kövér, azért azt észrevette. Tehát, hogy az nehéz nekünk megmondani, hogy milyen lett a pufiknak. Nem utogass már, milyen ráverek a kezed.
ennyit fogyókúrázni? Hát tudnál ennyit fogyókúrázni, érted? Mert nem vagytok kitartók, bezzeg, mi? Ugye? Mindig vissza tudunk hízni? Ami genetikára vezethető vissza, meg adott esetben betegségre, az egy teljesen más tészta. Önnekik nagyon kemény. És minden tiszteltet megérdemelnek, bármit is tesznek ez ellen. De most nem róluk beszélünk. Nem róluk beszélünk, igen, csak én azt akarom mondani, hogy valójában, amit eltévesztünk, vagy ahol hibáznak, akár a kövérek, a nők, azok, akik frusztráltak az önképükkel kapcsolatban, hogy ha önmagadat egy kicsit jobban megismered, ha nem az elvárásoknak és a külső nyomásnak, edzőtermeknek, Instagram fotóknak, Facebooknak akarsz megfelelni, hanem egy kicsit azt mondta, hogy oké, tegyünk meg mindent, de az sem baj, hogy így nézek ki, az már siker. Ted? Tehát a jó út az az, hogy azt mondom, igen, most így nézek ki, szeretem magam, de egy kicsit próbálok azon dolgozni, hogy ez a dolog változzon. De az önutálat, az önostorozás, az önbántás, az a legrosszabb dolog, amit tehetsz azért, mert a társadalom valamit elvár tőled, hogy milyen legyél. Itt követik el a legnagyobb hibát, hogy külső nyomásra akkor így arakítják a belső önképet. Ez nagyon nagy hiba. És én mondom ezt úgy, hogy egyébként genetikailag 30 vagyok, nem vagyok kövér, vékony vagyok, szálkás íz, most tudom, hogy nekem ez... Próbáltam keresni egy negatívat, de nem szüttette be a felsorolást. És igazából kifejezetten jóképi 45-ös csávú vagyok, viszonylag leszálkásítva, nem. Figyelj, elmondom neked, hogy én például halál frusztráltak én, hogy érezzem magam, járok egy olyan helyre, szaunázni, ahol azért általában az edzőteremből jönnek le, én oda nem megyek föl, kigyúrt nagy darab csávok, mindenki rómában gyúrva. Kifejezetten jól érzem magam, hogy nem vagyok kigyúrva. Igen. Kifejezetten jól esik az önképemnek, hogy van most egy fölmentést adtál saját magadnak a gyúrás alól. Nem, van egy ilyen trend. Az elmúlt 20-30 évben a pasi az nagyon ki kell, hogy gyúrva legyen. Ez egy trend, mindenki ezt csinálni kell, hatalmas bicepszekkel jön, ül a szaunába, és ülök ott, nézem magam, és azt mondom, hogy figyelj, haver, te így vagy jó. Tök jó, hogy így nézel ki. És ezt hangosan mondod magadnak? Igen. Nem vagyok egy barátszé, ne itt lamentáljál már. Jó. Összekeverjük a nagy képviséggel, összekeverjük az egóval, ez nem így van, hanem magamra nézzük, és azt mondom, figyelj, tökre szeretem magam. Tökre nem leszek frusztrált. Hát ezért rohadtul nem lebötünk meg, mondjuk. Tökre nem hagyom magam frusztráltá válni, mert 3 izomkolos ott ül mellettem, mert ez a korunk testképe, hogy nagyon kigyúrva kell lenni. Ez el fog fogyni. A férfiak elindulnak majd egy másik irányba, 10-20-30 év múlva már nem ez lesz a testkép. Ideálunk szerintem, hogy nagyon nagy bicepszed legyen, óriási asad. Most az egy szegmenset ragadtál ki. Nem. Azt mondom, hogy ha jóba vagy magaddal, ha jó az önképet, ha szereted magad, akkor nem hagyod, hogy egész egyszerűen frusztrált legyél. Érted? És ez egy baromi komoly munka szerintem, főleg, ha nagyon sokszor látsz tükröt magaddal szembe, de innen kéne, hogy induljon. Legtöbben azért gyúrnak, mert ez pusolja mindenki mindenhol, hogy jól kell kinézned, jön a nyár, szorongi, retteg, kövér vagy, striás vagy, narancsbőrös vagy, nem lehetsz az, nem lehetsz sérülékeny, nem lehetsz narancsbőrös, mert akkor téged kicsit a társadalom kivet magába, kidob, te nem vagy nő, ha 40-esen kicsit lóg a melled, meg lóg a feneked. Miért nem? Mert valaki azt mondja, hogy napi 8 órát kell edzeni, megnyitom az Instagramot, nem látok mások edzős videókat. Olyan telefonján csak orosz ízék kereksegű modellek. Hát modellek. Neki mire keres rá? Én nő lennék a mai társadalomban, én román feszülnék ezzel, hogy minden 25 éves román lépcsőzi, spinningeli, edzi magát, te meg ott vagy 40 éves, és néznék nagyszemekkel, hogy fú, basszus. Mikor hát azért nagyon kell kapaszkodni, érted? És mindenki ezt mondja, légy tökéletes, légy szexi, légy csinos, légy kerekségű, légy feszesmerű, légy nagy bicepszű. Haver, nem ez a valóság. Nem így élünk, nem ennek kell, nem ez a lényeg szerintem. Úgyhogy maradjál kövér, ne törődj semmivel. Engedjem el a francba az egészet! Mikor mérlegelünk, Pufi? Hétfőn, ugye a 6-án kezdtük, sajnos az vasárnapra esik. Hétfő reggel hozom a mérleget, a patika mérleget, a hitelesített mérleget. 5 kilót ígértünk, úgyhogy 115,4 alá kell menjen. Így se úgy sem vagy kint a vízből. Hát de már most megyek tovább, most ez az első nap. Most, hogy körbe nyaltad a kövér pasikat, itt ülök veled szembe, érted? Jó, az 5 kiló, 5 kiló. Oké, legyen, én drukkolok. Ez 5 kiló, de megyünk tovább, hát ez csak egy állomás, érted? Egy leszállunk egy laza hosszú lépésre, és szállunk vissza, megyünk tovább. Hát ez egy hónap. Meg rengeteg embert inspirál vele, azért azt ne felejtsük el. Tehát, sokan írnak, helyes. Én például mindig azt szoktam mondani, engem soha nem az hizmos szálkás, hogy srácok, mint ami ez jó volt, ez tényleg tetszett. Na, szóval, hogy én igenis szálkásnak tartom magam, és hát izmosnak. Hát ez az, mert hogy ezt hívják önbecsapásnak. A legjobb. Nem igazán érted ezt szónak a jelentését. Imádom a saját testemet. Na, imádom. De ezt tudjuk nagyon jó. Semmi bajom nincs önmagammal. Nem te vagy
vagy az inspiráció, mert nekem nagyon jó genetikád van. Köszönöm szépen. Az inspiráció, az igazi inspiráció, az a Feri, meg a hozzá hasonló srácok, akik de nem is akarok senkit inspirálni. Eleresztették magukat, akik genetikailag nem százasok, akiknek nincsenek ilyen adottságaik. És innen tesznek le valamit, hogy lead 5 kilót, lead 10 kilót, lefut egy 5 kilométer, 10 kilométer, fél maratont, aztán meg egy maraton, hogy jó, hagyjuk most a rizsát, mert tudjuk nagyon jól, hogy azért jó néhány maratont is lefutottál. Tehát ezek az emberek az igazi inspirációk, és például számomra is. Tehát én is azt nézem, hogy a te típusod az mit tesz le az asztalra, mert tudom, hogy fel annyit kell tenned azért, hogy kétszer annyit érjél, mint amennyit én. Érted? Egész életemben sportolhatnék, meg egyébként teszem is a dolgomat. Akkor se lesz olyan genetikám, mint neked, mert én ezt örököltem. Ebből főzök, ezt hoztam, ezt örököltem az anyámtól, meg az apámtól. A Ferinél dettó, ott van egy genetikai hozadék, amivel tetszik, nem tetszik, ez van, ebből kell neki várat építenie. És ezért ők az igazi inspiráció, az olyan típusú emberek, mint én. Én például azért nem leszek soha elhízva, mert egyszerűen idézőjelbe, és nálam is olyan, ott van ez a fajta társadalmi elvárás, mert most idézőjelbe megtehetem én azt, hogy törpe is vagyok, meg dagadt is. Nem elengedhetem magamat. Meg, akinek hát ennyi baja van a kövérekkel. 50 éve szogat mindenki ezzel, hogy mekkora vagyok. Ha még ráadásul túlsúlyom is lenne, mi lenne? Láttál már dagadt törpét? Hát akkor legalább sovány törpe ebben legyen. Ebben a stúdióban dagadt törpét nem fogsz látni egyet se. Csak törpét. Ha hozol, csak akkor. Én csak sovány híres törpét fogsz látni. És ezért teszek is minden nap. Én abszolút, jól is teszem. Így van. De a tevés... Behozom majd azt a buffalo cipőt, amit ugye. A tevés, az önelfogadás nem egyenlő a lustulással. Az önelfogadás, önszeretet nem egyenlő, hogy jó vagyok, így kövér vagyok, így nézek ki, jó lesz ez így. Ez nem ugyanaz. Ez csak egy út, amit békésebben teszel meg, miközben megpróbálsz magadon változtatni, ez a lényeg szerintem. Gyerekek, hívjuk Szilviát? Ha persze. Mit szóltok hozzá? Bódi gazdát, csörögjünk rá. Küldött nekünk ajándékot, küldött nekünk kivit és pálinkát. Mi egy párszor beszéltünk róla a műsorban, Bódi Szilvit. Ő ugye gazda lett, aranykalászos gazda. Levizsgázva. És mondjuk meg őszintén, mi egy pillanatig azt hittük, hogy ez csak két instaposztér mászott ő föl a cseresznyefára, meg fotózta magát kisnadrágban, kisordban alulról a létrán, mindannyiunk nagy örömére. De aztán most már úgy néz ki, hogy Szilvi tényleg egy gazda asszony lett, kivit termeszt, pálinkát csinál, befőtet rakel, arat, vet, szánt, és küldött nekünk két nappal ezelőtt egy ajándékot, egy doboz kivit, meg egy pálinkát, Feri elvitte bevizsgáltatni. Igen, ketten azóta, azóta elvesztették a látásukat Velence körzetben, és Szilvi mondta, hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen pálinka. Van tippünk, és ha már volt ilyen aranyos, és végre örülünk annak, hogy egy celeb értette a humort, nem megsértődött, még vette is alapot kicsit, ugye, ahogy beszéltünk róla, megcsipkedtük, küldetünk ajándékot, ezért gondoltuk, hogy felhívjuk egyrészt, hogy akkor meséljen nekünk egy kicsit a gazdalétről, igen, hogy egy celeb, aki a címlapokon van, menő műsorokban, luxus környezetben sokszor, ugye, hát jó műsorok, szép ruhák, szép autók, egyszer csak gumikesztyű, öntöző kanna, gumicsizma, tehéntrágya, vas villa és lószar szaglengi körül. Most azt nem tudhatjuk, hogy az már van. Már nem Szilvit nem úgy értem, hanem a környezetet, ahol ő él. Nagy igen, változás ez egyébként az X6-oshoz képest. Úgyhogy ezt fogjuk tőle megkérdezni mindjárt. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, 8 óra után 11 perccel itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Hello, soványok, kövérek, kicsik, nagyok. Így van. Hol a tök? Így van, megbeszéltük ezt is, ugye? Egy érdekes témát bonzolgattunk itt korán reggel, de már megyünk is tovább, mert ugye pár nappal ezelőtt ajándékot kaptunk Bódi Szilvitől. Mm-hmm. Szilvi sokszor téma volt a műsorunkban, ugye, hogy ő most gazda életet él, gazda lett, aranykalászos gazda talán, termel, termeszt, arat vett, szánt, húz az eke. Elvtársnő locsolhatok-e? Lovagol, ágyásban van, medgyet szed, cseresznyét szed, gyomlál, trágyáz, és minden. És arról beszélgetünk, hogy mi ezt egy ideig egy ilyen felángolásnak tartottuk, de aztán most már úgy néz ki, hogy Szilvi hosszú ideje nyomja ugye a gazdalétet. Igen. Valahol Magyarországon ráadásul. Azt hiszem Balatonfelvidék. Balatonfelvidék. És a napokban... Ezt titokban tartja. Igen. Igen, titokban tartja. Jól teszi, de hogy a napokban ugye jött egy ajándék, és kaptunk tőle kivit, meg kaptunk tőle pálinkát, de azt mondta, hogy találgassunk, és ha nem tudjuk kitalálni, akkor hívjuk föl, milyen pálinka. Ez történt. És ebben próbáljuk kitalálni, és hát már a Szilvi kedves volt és aranyos, hogy küldött nekünk ajándékot, gondoltuk, hogy megcsörgetjük.
Egyrészt, hogy meséljen egy kicsit, hogy megy a vetés? Igen. Milyen lesz az idei búgonya? Hogy jutott el a fehérnemű modellkedéstől, meg a szörfözéstől? Igen. Tényleg, hát ő még pár éve egyébként Balin, meg nem itt tudom, Session, meg Ausztrália, meg nem tudom, hol az szörfözött, és egy ilyen hippi lány életet élt, ugye? És most kétkezi munkát végez. És azért némiképp meglepő ez a pálfordulás, hogy őszinte mondjuk a Ferinél ezek a tevékenységek semmilyen meglepetést nem okoznak, de szerintem még nálam se. De szörfözni viszont nem tudunk. Hát, ugye? Plusz nem nézünk ilyen jól igazán, ki. Így van. Jó, akkor a tippünk megvan, hogy milyen pálinka. Megvan. Nem mondd, tehát körbe szagoltattad, megnézted, hogy van tippünk, hogy milyen pálinka. Van tippünk. Oké, jó. Mindenkinek ugyanaz a tippje? Nem, egy 70-80% van egy tippen, a többiek azok jobbra-balra. De a 70-80 az egy... Az megy egészen jó arány szokott lenni. Na, megkérdezzük mindjárt Szilvit, aki itt van velünk. Hello Szilvi, jó reggel, ciao. Sziasztok, srácok, jó reggel! Hello! Hát figyelj, nagyon megleptél Sziasztok. Minket ezzel az ajándékkal. Na, ennek örülök. Igen, azon celebek, akikről mi beszélgetünk, általában, hogy megsértődnek, vagy megharagszanak ránk, mert nem értik a humort, meg az iróniát, vagy meg a csipkelődést. Vagy mérgezett ételeket küldenek? Igen, vagy nem küldenek semmit, vagy nem állnak velünk szóba, és tökre meglepett, hogy és örültünk, hogy végre valaki, ugye többször megemlítettünk meg, hogy te most gazdálkodsz, meg mindenféle dolgot tervezted, hogy valaki ezt értette, és hogy meg ráadásul ajándékot is küld, és nem azt mondja, hogy na megint mit mondtak rólam. Miért kaptuk? Szórakoztatott egyébként, meg néha elkaptam egy-egy ilyen reggeli adásotokat, vagy ugye hallomásból, tehát a hírek ide értek. De abszolút nem érzem én ezt sértőnek, és szerintem nagyon szórakoztatóak vagytok, úgyhogy köszönöm én ezt humorral kezeltem. Tehát amikor az ember jól tud nevedni a saját iróniáját, szerintem az jó. És tehát így, a humor az kell. Így ki volt akasztva egy ilyen szokorrádió, amelyik ilyen alsó ágon a cseresznyefán, és miközben fenn voltál, és te is hallgattál? Két lapos elem hátára gubizva. Pont így, körülbelül így kell elképzelni. Nem, azért nem vagyok függője a műsornak, de tényleg gyakran belefutok, és tényleg nagyon mókásnak tartom, amit toltok. Köszönjük szépen. Na mondjuk a tippet akkor. Nevetni. Figyelj, mondjuk három a tippet. Első kérdés. Nagyjából 3 napig tartott, hogy rájöjjetek, de még így sem biztos, hogy rájöttek. Nem vagyunk benne biztosak, több tesztcsoportot jártam végig, Szilvi, te el nem tudod képzelni, hogy micsoda, és akkor megmondtam, szeretem. Hogy kié. Akkor láttad volna az arcokat, mert ugye viszel pálinkát a haveroknak, viszel a lefőző mesternek, hogy mondja meg, ott rögtön megy az arcoskodás, hogy ez ilyen, ez olyan, és mondtam, hogy ezt viszont tőled kaptuk, na hát akkor csillogó akkor szemek. Két. Igen. Na, most az első kérdés az, hogy nálatok a kisboltban mennyi a kiwi kilónkénti ára. Kiwi pálinka az első tippünk, hogy kiwi? A kisboltban. Kiwi? Hát kisboltot még azért nem nyitottunk. Ja, nem mondd meg, ha az, csak vagy azt mondd, hogy nem az. Tehát nem mondom az. Neked, na, mondd, jó, 75 hát százalék. Hát lehet, hogy fogok már előbb-utóbb, igen, 75 százalék a szederre tippelt. Szeder pálinka. Pálinka, mondta ezt, a 75 százaléka a kóstolóknak. Miután mondtam, hogy van a csomagban kiwi is, és te állítólag nagyon sok kiwi termelsz, akkor mondták, hogy na olyat még nem ittunk, de akkor lehet, hogy az. Szeder pálinka, életemben nem ittam még. Én a szag alapján nem tudtam beazonosítani. Igen? Figyeljétek, és ez a legjobb tippetek, vagy ez csak az első? Én Ferit ebben a témában, meg az ő érdeklődési köröd, barátait, velencei ismerőseit, meglehetősen professzionális szaktársnak tartom, úgyhogy én hiszek nekik. Én beállok a szeder mögé abszolút. Én úgy voltam vele, mi családuk azért elég nagy pálinka fogyasztó volt, de én nem annyira a miből készültre helyeztük a hangsúlyt, hanem inkább arra, hogy fel tud-e valaki mászni utána a patlás feljáról. És én azt gondoltam, hát nem volt azért annyira szép gyerekkor, de ebből a szempontból, de hogy én a kiwi alapján azt gondoltam, hogy itt biztos nem valamilyen hagyományos gyümölcsről van szó. Én nagyon édesnek éreztem, és azt gondoltam, hogy a kiwiből nem nagyon lehetne szerintem ilyen édeset csinálni. Én azt mondom, hogy én nekem ilyen füge lehet az, mert annak lehet olyan magas a cukortartalma, hogy ilyen édes. Mert nagyon édes, nagyon édes. Na milyen pálinkát kaptunk? Ki van közel a megoldáshoz? Hát figyeljetek, annyi jó hírem van egyébként, hogy ne érezzétek magatokat annyira nem rosszul, mérgező. Hogy nincs benne nem alkohol. Mérgező, tehát még itt vagytok adásban. Kettő, az egy nagyon tiszta dolog, de eddig egyébként egyetlen egy ember találta ki, és nagyon sok emberrel megkóstoltattam így baráti körből, és képzeljétek el, hogy még egy mester sév sem tudott rájönni, aki az ízek bajnoka, tehát hogy nem kell rosszul érezni magatokat, egyik találat sem nyert egyébként. Nem, már, na most már kíváncsi vagyok. Gondolkoztam, hogy a kiwiből lefőzni,
de elég sokat be kellene áldozni, és az túl finom, igen. És nem biztos, hogy jó lenne a végeredmény, és inkább valami dzsemet fogok bele még esetleg gyártani. Gombából csinálnak pálinkát? Persze. Valaki gomba pálinkát tippelt, jött egy ilyen, és akkor mondd el, kíváncsi vagyok, milyen pálinka. Akkor megpróbálok titeket rávezetni egy kis segítséggel. Szóval ezt az alapanyagot használják a konyhában is. Hát én nem vagyok bejjel, oké, az összes gyümölcs is. Igen. Tehát, hogy használják a konyhában is, és egy bizonyos kontinens, akkor mindjárt lehet itt tippelni, neki egy nagyon jellemző, hát nem is igazán gyümölcs ez, gyerekek. Aha. Jó, nem gyümölcs kategóriában sorolom, de aztán biztos, hogy nem. Igen, nagyon-nagyon langyos. Igazából ez most már meleg. Tehát az ázsiai konyhában okay. Ez egy előszeretettel használt, én nem gyümölcsnek mondom, én azt gondolom, hogy ez egy gyümölcs. A gyömbérre gondolsz. Ott a pont. Ez nem gyömbér az. Gyömbérpálinka. Én most szagoltam pénteken gyömbérpálinkát, gyerekek, egy pálinka versenyen volt. Tudod, hogy nincs egyforma. Ez nem gyömbér. Elmondom nektek, hogy ez úgy van, ez úgy készül egy ilyen különleges eljárással, egy nagyon-nagyon tiszta törkölyágyon vannak ezek a gyömbérszeletek, és tehát akkor egy ágyas pálinkáról van szó, és gyömbér. Azért érzitek, hogy ha isztok bele most majd ezek után még egy kicsit, ez egy kicsit ilyen maró érzés. Igen. A maró én minden pálinkánál ezt érzem. A marót és a vakságot. Igen. Van egy ilyen nagyon, nagyon jellegzetes gyömbér. És ezt te csinálod? Tehát, hogy te kezdtél el pálinkát főzni, vagy ott a környékről valaki? Nem tartok, nem. Van egy barát, aki igazából így nagyon rámegy ezekre a különleges dolgokra, és ilyen isteni finomakat szokott készíteni. És ez az ő kis kitalációja volt. De jó is. És én nagyon szeretem a gyömbért, úgyhogy nagyon tiszta dolog. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy valami olyat küldök be, amit valószínűleg nem minden nap. Érdekes. Nagyon jó. Meg azért is érdekes, mert mind a három szerintem elég nagy gyömbérfogyasztók, mert sokat fogyasztunk így a hétköznapokban, és az ázsiai konyhát is szeretjük. Mentségemről legyen szó, én egy sima szilva pálinkáról sem mondom meg, hogy szilva, mert szerintem nyomokban sem érezni rajta. De az egyetlen ember egyébként, aki rájött, az volt, aki utálja a gyömbért. Az, aki csinál. Azt hittem, hogy beleszagolt, kicsit a nyelv, és mondta, hogy gyömbér, mert ő utálja, és egyébként aki szereti a gyömbért, és nem jött rá, és utána itt, és mondja, tényleg. Tehát amikor úgy leesik, de hát sem, természetesen tényleg nem volt könnyű. Hogyha akkor telefonálni fogsz, hogyha esetleg ez az illető valamelyik nap felhív, és kicsit zavartan, azt fogja mondani, hogy figyelj, az van, hogy mi összekevertem az üveget, és szederpálinkat küldtem véletlenül, nem baj. Igen. Na, figyelj, most mennyire komoly neked ez a gazdálkodás? Hát beszéljünk erről, amiért hívtuk, itt hogy van. Te tényleg oda leköltöztél, gyümölcsfákon mászkálsz, veteményesed van, túrod a földet, lapátolsz. Tényleg ilyen bódi gazdába mentél át egy kicsit. Igen, csinálom, nagyon szeretem csinálni, kikapcsol. Most persze ez a téli időszak, ez egy kicsit ilyen inaktív, tehát ugye itt a trágyázáson kívül csak előkészületek vannak, lassan kezdődik a palánta, a magról, itt lesz egy magbőrze a faluba, akkor cserebelélünk egymást magbőrze. A bevált magokat. Magbőrze! De nagy! Azt a mindenit. De ez a Covid-dal jött az elmúlt két évben, hogy így visszavonultál? Egyébként olyan szempontból igen, hogy úgy voltam vele, hogy ha most már itt bezártak minket, akartuk, nem akartuk, akkor legalább maxoljuk ki. Tehát, hogy ha az ember ilyen helyzetbe kerül, akkor azt kell megnézni, hogy ahelyett, hogy bosszankodok, vagy szomorkodok, vagy rettegek, hogy oké, mit lehet ebből kihozni, akkor most itt vagyok egy nagy kertbe, akkor itt mit tudok csinálni, és én mindig is szerettem, meg gyerekkorom óta, tehát én be voltam fogva pelenkás koromba, nagypapám még ebből éltek, zöldséggyümölcs termesztők voltak, és akkor én ott pelenkával, amilyen kicsi voltam, 2-3, és ott mentem körbe, és rám bízható feladatokat adtak, hogy ilyen olyan magokat, tehát amiben nem tudok ugye kárt tenni, azt rám bízták, és akkor csináltam. Tehát én nekem ez a föld szeretete, igazából ez kiskorom óta, és nagyszülői ágom mindkét oldalról De várjál most a véremben. Valamikor, hogy tőlem ilyen paprikapalátákban fizetett az intimissimi, vagy hogy kell ezt így elkérdezett? Igen, kaptál 30 honnan? Hajtást. Így van. Kicsit meg vagyok szorul a szívén, de arra, hogy de itt van egy pár palát. Hát azért ilyen nem volt. Figyelj, és mit nem, van? Ugye nyilván volt egy korszak. Hát sok mindenem van, ugye van ez a kiwi, akkor vannak gyümölcsfák, almafa, mindenféle gyümölcs van nagyjából, fügém is van elég sok. Akkor a veteményesem itt, ahol vagyok, ez az körülbelül csak 200 négyzetméter, mondjuk 200 négyzetméteren körülbelül egy 10 fős családnak meg tudsz termelni, tehát hogy azért az elég nagy. De van egy kis szőlő gyümölcsösöm, ami már inkább csak gyümölcsös, úgyhogy a szőlőt a sajnos ki kellett vágni, de az kemény volt, azért 800 kg szőlőt megmeszteni.
Hát nem a cél, hanem az előző tulajdonos, akitől én ezt a területet megvettem, képzétek el, hogy gyomírtóval fújta le a szőlőt véletlenül a segédje a permetszer helyett. Úgyhogy született gazda. Azt is szívtátok a véremet, hogy én hogy vettem a szőlőt, de tényleg volt, tehát 800 tőke szőlő volt, és ilyen mutáns lett szerencsétlen szőlő, mert hát senki nem csinál ilyen hülyeséget, hogy sajnos gyomírtóval lefújja. Úgyhogy ezt nem lehetett megmenteni, ki kellett vágni, úgyhogy egyelőre borászkodni még nem borászkodom, de ígérem, hogy ha oda kerül a sor, majd abból is fogok megtekni. Még virágaid is vannak, azt láttam, hogy virágokat igen, is. Igen, azokat nagyon szeretem. Jaj, nagyon de kíváncsi szeretem. Lennék a rózsádra. Figyelj, és akkor jársz piacra, eladsz, veszel. Nem, egyelőre ez a dolog itt még nem tart, ez inkább úgy mondom, hogy hobbi, meg az önfenntartás irányában megy, tehát hogy ott még nem tartok, hogy őstermelő legyek, de egyébként szerintem az lesz, biztos, hogy az lesz, tehát ez nem tud más irányba menni, mert csodálatos dolog az embernek kimenni a kertbe, frissen szedni, te tudod, te ültetted, pici magból kerül a végén a tányérodra egy finom zöldség, szerintem az nagyon jó. Te vega vagy, ugye? Aha, igen, vega. Akkor az állattenyésztés az még nem... De képzétek el, hogy most készülnek itt nálam a tyúkol, a fűrjol, illetve a futókacsáknak, az indiai futókacsáknak az olja, és igazából már ilyen háromnegyed készenlétben vannak, mert szeretnék egy kis baromfi udvart, de nem a húsa miatt, hanem a tojás miatt, mert tojást fogyasztok, tehát ugye a vegetáriánus az fogyasztok. Igen, tojást, laktóval vagy akkor. Szerettem. Így van, pontosan, hát ugye te ebben profi vagy, úgyhogy igen, én ezt is, ez körülbelül így kora tavasztól most már itt lesznek körülbelül. Te milyen indiai kacsa vagy? Azt tudod, mire jó indiai a kacsa? Az összeszedi, tudjátok, hogy milyen? Összeszedi óriás. A mesztelen csigát. Igen, tényleg? Nagyon mókás, ilyen nagyon kis cukin így megy, ilyen pöckösen, ilyen egyenesen tartja magát, és összeszedi a mesztelen csigát, cserébe csak a salátádat eszi meg állítólag, de minden más zöldséget meghagy, úgyhogy ez egy jó kompromisszum, úgyhogy ő szabadlábon fognak védekezni, ez egy pár lesz majd itt a kertben mindenfele, és akkor hát így dolgoznak igazából, ha úgy nézzük, be lesznek fogva egy kicsit így csigát találni, ami nekik ugye nagyon jó megszeretik. Uh-huh. Jóci kérdezi, hogy milyen kiszerelésbe kell kivinni a magomat a bőrzére? Hát tegye bele egy jó nagy nagykobot hozzá, hogy visszakörülnek majd neki a falusi asszonyok. Jó szám, nincs a kérdődte. Igen, nem mindegy, hogy a csomagolás. Akkor egy magbőrzén az ember ad, vesz, elad, átcserél. Igen, ez úgy így pontosan minden verzió, tehát jöhet olyan is, aki még nem nagyon kertészkedik, de szeretne, de mivel ez egy falu szinte van, akkor hoz egy kis sütemény cserébe, vagy valami kis ajándékot, vagy egy ilyen kis becsületkasztához odajárul, valamennyi kis összeggel, ha visz el magot, vagy neki van magja, akkor cserebere van, neked mi van, nekem mi van, add ide. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog tud lenni. Úgyhogy ilyen jó pofa, tehát akkor ki lehet cserélni azt, amit tudja az ember, hogy már bevált, működik, és akkor így izgalmas szerintem, meg olyanokat is, tényleg olyanok is jönnek, akik... Hát a falusi összetartás, azt tudom. Meg így innen ugrás a kenyérsütés, meg a nem, tehát innen már aztán jön minden. Ti nem láttátok a kenyeremet? Gyönyörű. Nem. Az Erzsébet kenyereidet, igen. Nem. Ne szórakozzatok a kenyerem, gyönyörű a szórakozzatok a bármi. Ne csináld, mert sütöttél is. Kapni. Hát szórakoztok? Vagy be, hogy egy pékségnél vetted, azt odálltál egy fotóra. De most miért mondd, hogy még kenyeret is sütsz, komolyan mondom. Hát olyat sütök, hogy 24-36 órán keresztül kovászolt kenyeret. Wow. Vagy rozs. Úgyhogy figyeljetek ide, legközelebb most vitten kívül, itt most nem hallja úgyse senki, elmondom, szavamat adom, hogy fogok nektek egy kenyeret sütni. De úgy de fogom jó. Odahozni, én fogom odahozni, most tényleg. Hozott ajándékot. És langyosan fogom. Langyosan fogom. Te gyalog is, gyere meg, ne is hozzá ajándékot, meg ne is. Jó, na leismered jó. Azt a legyen mesét. Is rajtad ruha, meg ne is. Tudod azt a magyar okay. Népesét, a messziről jött királylány, aki ajándékot visz a kis a királynak, a leányzó. Tagasztunk is nagyon szép. Én mondjuk kenyérmegszállott vagyok, azt adom. Tehát a jó kenyeret én imádom. Jól néz ki. Nagyon gyönyörű. Jól néz ki. Gluténmentesem ebben a verzióban, mivel hogy ennyi ideig kovászolódik, az lebontja a glutén. Tehát, hogy ez olyan lesz, hogy ezt nyugodtan bárki megeheti, isteni finom lesz, és majd meglátjátok. Most igen, a gluténérzékeknek igazi kovászos kenyeret lehet így enni van. Valóban, mert a kovász így lebontja, tökéletes. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper dolog egyébként. Nem régóta csinálom, viszont nagyon-nagyon belejöttem, hetente egyet-kettőt megsütök, körülbelül karácsony óta akkor sütöttem az elsőt, tehát még zöldfülű vagyok ebben,
de egy nagyon kedves baráttól kaptam egy nagyon szuper receptet, meg anyakovászt, ugye az fontos hozzá, és azzal tudtam megindulni, úgyhogy tényleg, hogy szeretitek, majd egyszer egy ilyet is viszek nektek. Figyelj, még egy gyors kérdés a végére, amikor megjelentél ott a faluban, így ilyen gyűjtmentként, akkor nem volt egy-két ilyen kerítésre támaszkodó, koskodó, kapuzárás, pánikos gazda ember. Igen. Ebbe szabolít semmi, túl szikes a föld. Volt mindenféle reakció természetesen, tehát lett nagyon sok jó barát, meg összetartás itt a falun belül így ismerősökkel, akikkel nagyon gyorsan kialakult ez a kapcsolat, de hát valóban voltak ilyen kicsit beteges bámészkodók, akik itt a kerítésen át kukkolva próbáltak elcsípni egy-egy pillanatot, főleg nyáron, amikor én általában bikiniben kertészkedem. Egy nap 6-szorra traktorozik el valaki a kerítésed előtt, az már kicsit feltűnő. Igen, az összes közmunkás a faluban ott dolgozik a házad előtt. Ilyen sárkányrepülőkkel is elrepülnek meg. Ne csinálj! Még a bikinibe kertészkedsz, azért ez érthető, hogy a 23 darab közmunkás 4 hónapig vágja a füvet előtted az utcába. Igen, de már nagyon aranyos mindenki tényleg, úgyhogy egyre szuperebb. Mert azért tényleg egyébként abban igazatok van, hogy eljön egy pösti, amúgy nem pösti vagyok, hanem debreceni, de mindegy, de úgy van elkönyvelve, a pösti celeb eljön falura, és akkor az nem biztos, hogy mindenkinek tetszik ám, tehát azért van benne egy hát ilyen, azt nem értik persze, hogy mit akar itt egy városi. De aztán amikor látják, hogy beleállt, csinálja, aztán, esőbe is ki aztán, amikor felállítottad a kerti budit, látták, hogy hát vérükből való a vagy. A igen. Na jól van, Szilvi, nagyon örülünk, igen, hogy beszéltünk. Köszönjük az ajándékot. Egyébként ez tök jó fejség volt, és nagyon örülünk és annak, hogy valaki az a kivi, finom érti a műsort, igen, és nem megsértődik. A kenyeret nagyon várjuk, jó? Úgyhogy akkor az a következő. Oké. Nagyon szépen köszönjük, jó, jó gazdálkodást, meg vidéki létet. Egyébként most is sütöm a kenyeret, úgyhogy most mennem is kell vissza, mert éppen kelesztés alatt van. Jó. Várjuk a cseresznyeszedős képeket. Igen. Gondoltam, várjatok, azzal amúgy baj van, mert úgy néz ki, hogy a Monilia elvitte a fánkot. Ó, basszus. Nem á. Akkor... Igen, de van egy másik, ez a jó hír, az még nagyobb, de lesz cseresznyeszedős kép. Jó, én nekem évek óta mondogatja, hogy nagyon kíváncsi a muffinodra is, úgyhogy ha esetleg... Így van. Na jó. Mindjárt kap egy toszkot. Persze, ha esetleg jut abból is, akkor... Kenyérrel, jó? Oké, puszi Szilvi, vigyázz magadra, várjuk a kenyeret. Ciao, ciao, ciao. Hello. Gyerekek, hát ez mi? Milyen kis vidéki lét lett ez, nem? A Covid mit hozott el? De kérdezik, adom ezt a fajta gazdálkodást. Az biztos, nyugodt, baráti. Nyugodt, baráti, kiegyensúlyozott, nem? Teljesen rendben, és ennyiért. 3:09 lesz pontosan, 5 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, vagy csak egy gyors helyesvítés. Na. Hogy igen, én is rosszul mondtam, de közben rájöttem, amikor kimondtam, csak nem volt idő helyre tenni, ugye, hogy az, aki mondjuk cöliákiás, az ne rohanjon el kovászott kenyeret venni. De nem lesz jó nem, neki? Nem, ha igazán erősen gluténérzékenységed van, mondjuk tényleg cöliákis vagy, akkor az nem segít. Ugye ott tulajdonképpen arról van szó, hogy maga az erjesztés, a kovásszal való erjesztés folyamataképpen a glutén egy kicsit előemésztődik, tehát jobban segít feldolgozni a szervezetnek magát a glutén. De ha te full gluténérzékeny vagy a gyereked, akkor kovászott kenyeret sem ehetsz, viszont azoknak nagyon jó, akik pre- vagy probiotikumot akarnak fogyasztani, mert ugye magával a kovásszal és az erjesztéssel egy csomó hasznos bélbaktérium termesződik, és közben bontja a glutént is. Tehát a glutén tartalma kevesebb ugye egy kovászolt kenyérnek, de nem eheted, ha súlyos gluténérzékeny vagy. Jó. Még egy kiegészítés, nem nevezhetjük pálinkának Szilvi italát, mert gyömbér van benne, a magyar pálinka törvény pedig kimondja, hogy csak hazai gyümölcsből készült. Na. Ital, ez már csak egy párlat. Mehetünk tovább. Köszönöm szépen, ha nem vagy, akkor most elmegyek gyömbér. Nem? Vagy menjek inkább kenyér? A gyömbér, várjál csak, a gyömbér, ez nem terem meg Magyarországon, vagy megterem, de nem. De lehet, hogy ez magyar gyömbér. Na jó, fejezzük be, ezt menjünk ha magyar tovább. Gyömbér, akkor pedig lehet belőle pálinkát készíteni, és akkor lehet annak nevezni. Láttátok az új találmányomat, az avokádó nyalokádót? Az avokádó nyalokádó? Hogy néz ki az avokádó nyalokádó? Nem láttátok még az avokádó nyalokádót? Fogsz egy érett avokádót, és megszúrod a tetejét egy picit, megmosod az avokádónak a héját, jól esik el, és megszúrod a tetejét. Az avokádó nyalokádó... Ez az én ma reggeli találmányom. Az avokádó nyalokádó nem történik semmit, hogy egy kicsit megnyom. Ahol tud, ott jön ki. És a tetején kijön az avokádó nyalokádó, lenyalod az avokádót, és mindig nyomsz rajta egyet, és tulajdonképpen az arcodba, szádba nyomod az avokádó nyalokádót. Érted, állandó tomba van az avokádója. De és
állandóan nyomod ki az avokádó nyalókádot. Ezt tök jó kitaláltad. És ott jön ki, nem tudod? És így van. És de jó, ki. Fúj. Hát néha több. De illetve nem. Ez az avokádó nyalókádó. Nem, nekem nagyon tetszik. Így eszem az avokádot. Szerintem tök jó. Ez egy gyors, ez egy gyakorlatilag... Ez, levédesem avokádó nyalókádó? Ez olyan, mint a cipzározható banán. Az, igen. A vissza, ez ennyi ez egyfajta street food, nem? Street food. Fogod, és ahogy beszed a tetejébe, az a lényeg, hogy ne legyen nagyon érett az avokádó, mert jó, akkor már körbe kijön, mert vékony a héja, meg ugye gyenge. Kicsit érettebb, fölül megszúrod, és elkezded összenyomni, mint amikor ezeket az izotóniás cuccokat a szádba nyomod. És így ülsz a kocsiba, és megeszel így egy avokádót, hogy csak a tetején keresztül belenyomod a szádba. Avokádó nyalókádó. Szerintem teljesen. Szerintem jó, óriási a négy. Most világszabad. Jó, csak ez már sajnos egy kicsit érett, tehát nem tudom nektek bemutatni, de ott jön ki. Aha. Látod? És ha a tetején csinálod a lyukat, akkor csak a tetején jön ki, hát ez sajnos már egy kicsit oldalt is megindul. És lerágod, mint egy ilyen csirkét. Meg van egy másik találmányod is, azt már nagyon régóta alkalmazod, így és használod, és fogyasztod, ez pedig a kézenmézem. Igen, az is nagyon a jó. A kézenmézem például azt is rengeteg, hát láttuk már egy csomószor fogyasztottad így. Á, figyelj, tudod, hogy a pulton mézem. Az is, így van. Nem akarsz menni a cápákba? Hát Balázs után nyalókádó. Ezt elviszem tényleg a cápák közé. Avokádó, nyalókádó. Szerintem mit szólnál ki bemenni tök keményen ilyen milliárdos csávok közé, mondom, hogy hoztam az avokádó nyalókádot. De Balázs, ne butáskodj, én is halálkom, mert elmondom, hogy szálljanak be ebbe, hogy a kézzel összenyomható avokádó, nyalókádó. Mondjuk kényszeredetten mosolyogna, amiben ugye nem lenne semmi meglepő. Ezt a Jani mondta, csak ha esetleg egyforma hangunk. Igen. Nem én voltam. Igen. A többiek meg egy ideig szerintem tiszteletben tartanák azt, hogy mégiscsak az RTL egyik arca vagy. Így egymásra nézni, és akkor... Köszönöm, hogy figyelj, valamennyi szájunkba, ezt tök cikkel kirakjuk. Ennek a csinálnak elment az eszem. Mindig is tudtam, hogy kattan, de ez teljesen egész. És mondom, hogy az avokádó, nyalókádó, nem kell sok cashflow-t belerakni, mint az ából az őrrészt, 30 millió forint, avokádó, nyalókádó. Hosszú, nagyon kellemetlen csend lenne. Aztán még kész van. Végre valaki... Na jó, én beszállok. $100. Igen. Na mindegy, jobb, ezt csak így meg akartam nektek mutatni. Viszont, időjárás? Plusz 7 fok, egyre kevesebb, minusz, több a plusz. Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, a fürdőszoba és az épületgépészet szakértője. Szerelvénybolt.hu. Így van. Na. Gyerekek. Ők most az iskolában vannak. Azért maradhat. Tudunk egy olyan témáról beszélni, hogy ők már az iskolában vannak, ami baromi érdekes. Biztos sokatokhoz eljutott ez a legfrissebb metaverzumos hír, amivel ugye mi is foglalkozunk, és néha kicsit belássuk magunkat a témába. Ugye én azt gondolom, hogy ez az új internet, de sokan ezt most még cáfolják, és azt mondják, hogy az egészből nem lesz semmi. A Metától kezdve Zuckerbergen keresztül mindenki ezerrel fejleszti a metaverzumot, borzasztó számokat produkált a Facebook, 30%-ot esett a Meta, bocsánat, most már nem Facebook-ra hívják, a Meta részvénye. Nem jöttek a bevételek, de nem is riasztja el őket azért, hogy létrehozzák a metaverzumot, ugye? Ami az újfajta internet, egyfajta digitális tér, amit a játékokban már érezhetünk, ahol avatarokkal különböző gazdaságokban, világokban, általad létrehozott vagy kreált világokban tudsz úgy közlekedni, hogy részese legyél a 3D-s univerzumnak, mondhatni. Ugye csak most próbálom azoknak lefordítani, nem tudják. Mit látsz, fölveszel egy szemüveget, és onnantól kezdve oda járnak majd az emberek élni, ahelyett, hogy a valóságban élnének. Egészen horrorisztikus, egészen skifis a dolog, de hát nagy erőkkel fejlesztik a legnagyobb agyak ugye a szilícium völgybe, a metaverzumot. Néhány platform már most is tartalmaz metaverzum jellegű dolgokat, videójátékokban tudsz például külön tokennel, külön blockchain alapú, blokklánc alapú tokennel fizetni például, avatarod van, játszol, de az még önmagában egy játékhoz kapcsolódik, már úgy, hogy benn vagy egy külön világban. De a metaverzum egy mindenki által elérhető újfajta internet lesz majd, szerintem nagyjából 10 éven belül. Kicsit izgalmas. Mint a Ready Player One című filmben. Ready Player One, igen. Felveszed a szemüveged, és egy általad kreált világban, egy általad kreált avatarral, ugye te ott kalandozol, és részt veszel különböző gazdaságban, társadalmakban, ökoszisztémában, platformokban. Hát ez az új. Nyaralás, az új sport, ez vár ránk, rád már nem, ránk. De ez elkerülhetetlen, ez valószínűleg, nem valószínűleg, ez 100%, hogy be fog következni. Óriási igény van rá, tehát hogy azt lehet látni, hogy a fiatalok imádják az ilyet, és nem csak a fiatalok, hanem a középkorúak, de egyébként a saját korosztályokat is nyugodtan mondhatnánk, mert minket is érdekel, vagy érdekelhet a dolog. Szerintem, igen, érdekes a dolog, mondja azt, hogy ez mennyire távol a mindenki, és ha megnézed tulajdonképpen, hogy
fonódott össze a hétköznapi életünk a virtuális világgal, akkor csak elég megnézni a telefonodat, hogy a fele részünket már most is digitális világban éljük le. A képernyőidő 4-5 óra, az applikációk, az NFT-k, a tokenek, a blokklánc, tehát hogy már félig meddig tulajdonképpen a villamoson otthon, itthon is benne vagyunk a digitális térben, úgyhogy fogod a telefonodat és applikációt használsz. Ez már egy digitális tér. Igen, csak ennek egy nagy evolúciója, előrelépés lesz majd, hogy felveszel egy szemüveget és bent vagy a metaverzumban. Mert ebben a formán, ahogy mi most ezeket a dolgokat használjuk, vagy ahogy ezekben a dolgokban most benne vagyunk, részben zárjuk ki csak a valóságot, részben zárjuk ki a való világot, abban az esetben, hogyha ez a típusú virtuális valóság megvalósul, akkor gyakorlatilag teljesen kizárod majd a valóságot, mert onnantól kezdve, hogy felveszed a szemüveget, gyakorlatilag megszűnik minden a számodra. Ez így ebben az esetben, amikor ülsz egy számítógépet vagy egy telefont fogsz a kezedben, még nem annyira. Valójában, ha belegondolsz, tényleg az internetnek a továbbfejlesztése, hiszen most egy böngészőn keresztül elérsz nagyon sok platformot. Bárhova eljutsz. Utazol, gazdasági dolgokba veszel részt, híreket olvasol, applikációt nézel, ez az internet. Ez ugyanúgy összeköt egy csomó mindent, ugye? Tehát, hogy valójában az interneten keresztül vagyunk most összekapcsolva. A metaverzum ugyanez lesz, csak már 3D-ben köti össze a gazdaságot, a pénzügyet, szegény Feri, ott fogsz majd disznót vágni a metaverzumban. Rendesen fog disznót vágni. Tehát ugyanúgy összeköt bennünket, csak belemegyünk majd valóban, ahogy az internetről is 30 éve, 20 éve azt mondták, hogy csalók és kábítószerdílerek, és nem tudom, kik fogják használni, valójában tényleg. És tényleg, de közben az emberek nagy többsége cicásképeket küldözget, erre használjuk az internetet, ezt már mondták a blokklánccal kapcsolatban, és a metaverzumot is mindennek elmondják. És most jött ki egy hír, baromi érdekes, hogy egy nő belépett ugye a metaverzumba, és az ő avatárját ott megerőszakolták. Na, másik na most, avatárok. Így van, mielőtt bárki bármilyen megszólalásból csavarná ki, ferdíteni el a mi megszólalásunkat, nem célunk a megerőszakoláson nevetni, tegyük hozzá, ugye, hogy politikailag korrektek legyünk, de a témát minden aspektusából megvizsgáljuk, és azért ne felejtsük el, hogy senkit nem erőszakoltak meg, digitális térről beszélünk, de a nő elmondta, hogy borzasztó élmény volt, nagyon élethű volt, ahogy belépett férfi avatárok elkezdték zaklatni, majd megerőszakolták. Ez zaklatás teljesen. Számos kérdés merült fel bennem, ahogy szerintem mindenkiben, hogy elolvasta a hírt. Nyilatkozott a Meta, aki finoman áldozathibáztató csak, nem diszkréten, elmondta, hogy tessenek bekapcsolni azt a fajta kis pöcköt a gépen, ami arról szól, hogy te tartasz egy távolságot tőlem, vagyis másfél méteren nem jöhet közel senki. Diszkréten elmondták, hogy te tehetsz róla, hogy megerőszakolnak. Igen, ez nem finoman jelezték, hogy van egy opció, hogy te beállíthatod, hogy senki ne tudjon hozzád közel jönni. De egyébként hozzáteszem azt, hogy ha ezt a csaj be is kapcsolta volna, és mondjuk az a három avatár, aki őt megerőszakolta, az őt körbeveszi ebben a másfél méteres körben, az ugyanúgy zaklatásnak minősül, nem az történik meg az erőszak, sőt tovább megyek. Az, hogy őt megerőszakolták, abban valóban igazunk van, hogy nem történt meg a megerőszakolás a maga fizikai valójában, de lelkileg ezt a nőt ugyanúgy megnyomoríthatta. Pontosan. Mert az ő avatárja az ő maga. Így van, az ő személyiségének a lenyomata. A fejedben, ahogy te belépsz a metába, akkor te vagy. Még engem is egy csomószor kilőttek a World Tankban, de hát azért tehát, mégse haltam meg. Azért, én is egy csomót GTA-ztam, meg játszottam egy csomó mindennel. Rosszabb kedvem volt. És valószínűleg most is rendőrök állnak a házam előtt a GTA-ban, de mégse bújtam el, hanem bejöttem dolgozni. Nem mentesítem. De azért számos teljesen egyértelmű kérdés felmerül. Egyrészt miért nem húzott ki a dugót? Kettő, miért nem veszed le a szemüveget? Három, ezek az avatarok mivel erőszakolnak? Van-e péniszük? Mi az, hogy megerőszakol? Ezek az avatarok azt engedik meg, amire le vannak fejlesztve, ezeket az avatarokat lefejlesztették erőszakra? Hogy mozognak ezek az avatarok? Mivel erőszakolnak? Mi az, hogy én végignézem, hogy 3 percig tart az erőszak, de nem veszem le a szemüveget, nem lépek ki? Nem a nőt hibáztatom, csak jogos, egyértelmű kérdések merülnek föl, hogy a fenébe történik egy virtuális térben egy dolog, amit fogom, leveszem a szemüveget, és azt mondom, itt most valami rossz dolog történik, elég. Hogy élek át 3 perc borzalmat egy olyan térben, amiről én kiléphetek abból a térből? Kik irányítják az avatarokat? Mielőtt még 80 kérdést fölteszel, kezdjük az elején a dolgot. Hogy pont a veszélyeit mondod el a dolognak, mert a Meta az képes megerőszakolásra, hiszen a való életnek a leképzése digitálisan. Ő nem csak... De hogy mozgatom az avatar? Mivel erőszakolok? Van péniszük az avataroknak? Hát van fiú avatar, meg van lány avatar. Nem csak enni tud az avatar. Ha fejlesztettek erre. Mesztelenül sétálnak ezek az avatarok? Fejleszteni kellett, hiszen a való életet akarja. Oké, de már ez még csak egy... Tehát még nincs ez még csak ilyen próbaverzió, ahova beengednek bizonyos embereket. Ők akkor... Tehát, hogy ők engem... Tehát mit vannak, mesztelenül sétálnak?
péniszük van. Az erőszakoló sem esztenül sétál az utcán. Levetkőzik az avatar, és van egy olyan funkció, hogy levetkőzhetek. Letolhatja a gatyát, és meg van rajzolva a pénisz, és képes erőszakra? Azt, egészen megdöbbentő. Azt tudsz csinálni, meg olyan tevékenységet tudsz fejleszteni, amire le van valamilyen fejlesztés futtatva. Hogyha ezt a metaverzum, vagy a metaverzumos fejlesztők ezt lehetővé teszik, tették, hogy megerőszakoljanak az univerzumunkban egy nőt, akkor ők ténylegesen tényleg lefejlesztettek olyan mozgásmintákat, olyan genitáliákat, olyan testrészek, érted? Gyakorlatilag lehetőséget bocsánat, a megerőszakolásra, akkor ők ezzel bűncselekményt követnek el? Na ez is egy jó kérdés. Az is kérdés, hogy te a VR szemüvegben egyébként ott vagy a szemüvegben, és most csak a másik oldalt is nem, és 3 percig végig sírod, végig ordítod. Mm-hmm. Na, akkor erre hozok egy ellenpéldát, vagy hozok egy. Szerintem ezek a kérdések mindenképpen felmerülnek. Okay, én nem a nő teszem hibása Isten, csak nem értem, hogy történik valami egy virtuális térben, és 3 percig sírok kiába, és azt mondom, hogy ne, miközben az avatar azt mondja, hogy de, és ő megerőszakol, és azt mondom, ez borzasztó, hagyd abban, nem, és még mindig ott vagyok a virtuális térben, amit levehetek a fejemről. Tudjuk nagyon jól, hogy van egy csomó 18 pluszos játék, mindenféle hentelős játékok vannak, azok a játékok attól 18 pluszosok, és attól kell megerősíteni a korodat, amikor ezekkel elkezdesz játszani, mert olyan jelenetek vannak benne, amik bizonyos szinteken már túlmennek, érted? Hogyha te egy olyan metaverzumban lézve, ahol erre lehetőség van, hogy téged megerőszakoljanak, ott neked elviekben a saját korodat meg kell erősítened. Ott valamilyen feliratnak kell lenni, ott valamilyen figyelmeztetésnek kell lenni, amikor belépsz, hogy készülj a Sims-ben arra, is hogy megölsz egy csomó mindenkit, hát biztos igen, mindenki Sims-ezett. Én azért, tehát, hogy tehát, ha megöltek meg téged... Meg a Forbes-ban is kukacokat öldökölsz, tehát, hogy na, és azok azt mondják, hogy... Igen, tehát a Sims-ben szerintem nincs olyan ember, aki ne ölt volna meg mindenkit, aki azonnal szembe jön vele, a szomszédját, a barátját, az ismerősét, mindenkit, mert maga a játék tulajdonképpen erről szól. Tehát nagyon érdekes kérdéseket vetesz föl. Ráadásul, ha avatarok vannak, bemész egy térbe, az első gondolata az civil embereknek, akiknek ott az avatar, hogy megerőszakolnak valakit. Érdemes lenne utánuk is ásni. Tehát ez nagyon durva, hogy oké, haver, azt csinálsz, amit akarsz. Az első az ott egy jó, ott egy nő, erőszakoljuk meg. Ez egy nagy komoly lelki defekt. És tovább megyek még, bocsánat, hogy nem csak megerőszakolták, ugye a megerőszakolást azt végezte, nem tudom, 3 avatár, az összes többi avatár az nem avatkozott közbe. Álltak és néztek. Tehát az összes többi ember, aki becsapatozott. Tudom, azt mondta a nő, hogy nézelődtek. Azok nézelődtek. Tehát a nő még azt is nézte, hogy miközben megerőszakolnak, segítik-e őt a többiek. Egészen Black Mirror, egészen szürreális, egészen megmagyarázhatatlan, senkit semmilyen körülmények között még virtuális térben sem lehet szabad elfogadható, hogy megerőszakoljunk, értem. De hogy teljesen földön túli, amiről beszélünk, közben ha megnézel bármelyik Black Mirror részt, valójában erről szól a dolog, és ezt kell látnod már, hogy itt van a jövő, amiről beszéltünk. Nagyon durva. A meta az életet adja, az életben van erőszak, azt vissza fogja adni, ugyanis arra fejlesztik, hogy te ugyanazt kap, mint ami a való életben van, csak ugye sokkal látványosabb, nem kell kilépni a szobából, nem kell semmit csinálni, és még egy dolog, hogy vannak... Azonnal megerőszakolsz valakit. Nekem ez nem jutott eszembe, de az ember, azok, ők nekik igen. Ezek az emberek betegek, teljesen egyértelmű. Tehát, hogyha ez a valóságnak a leképződése, akkor, és mondjuk féltjük ennek a nőnek a személyiségét attól a szituációtól, hogy az ő avatárját megerőszakolják ebben a metaverzumban, akkor ezeknek az embereknek is ugyanúgy olyan a személyiségük, amiből az fakad, hogy ők adott esetben az életben is elkövetnének egy ilyen erőszakolást. Igazad van, és ráadásul tudod, mi van benne, hogy az életben nem teszed meg valószínűleg, vagy nagyobb eséllyel nem teszed meg, mert lecsuknak. Ez már szociológiai kérdés lesz, hogy ez felgerjeszti a vágyat, vagy kiéled és nem teszed meg. Hát egy avatar csinálta. Nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy ez segít azoknak, érted, és kiéled és nem mered megtenni, felbátorodsz és megteszed, ezt majd hosszú tanulmányok fogják bebizonyítani, hogy kontraproduktív, vagy azt mondják a metaverzumosok, hogy itt mindent ki tudsz élni, kvázi aki videójátékozik, öl és lövöldöz, nem egyértelmű lesz, hogy ezt megteszi a hétköznapi életben is, menni fog ölni, lövöldözni, erőszakolni, hiszen mindenfajta erőszakos dolgot kiél. A másik tábor azt mondja, hogy nem, haver, itt leszel sokkal erőszakosabb, majd fogsz meg egy puskát, mindegyikre van pro és kontra érv. Egyébként ugye mennyivel jobb volt azért, amikor a Donkey Kong ránk a téglákat dobált, hogy mi generációnk nem sérült, most már bemész egy metaverzumba és megerőszakolnak, és azt te egyébként végigcsinálod. Nekem azért ez is megdöbbentő. Tehát, hogyha nem én, ez egy példa nyilván, tehát ha én a metaverzumban mesztelen gyerekek képeit nézegetem, akkor én nem vagyok pedofil, ugye? Hát pedig de. Hát dehogy nem. Hát kérdezi, hogy mit keresek ott a mesztelen gyerekek? Azokra ki adott engedi? Ki van mögöttük? Ki az avat? Mi hogy jött létre? Ki engedte? Hát itt nagyon sok. Mivel?
mivel az avatarok képesek erőszakolni pénisszel oda tudnak menni? Igen. Döbbenet az egész, ha belegondolsz. Soha nem létesítettem szexuális kapcsolatot kiskorúakkal, csak nézegetem a mesztelen képeket. Az avatar világban akkor elkövetett dolog bűncselekménynek számít? Vagy. Most ez nem. Is egy jó kérdés. Ezt is szabályozni kell majd. Felhívunk azért egy szakértőt, hogy mondja el nekünk, illetve baromi sok kérdésünk jövő. Van. Ez a jövő szerintem. Ez, hogy igen, is bűncselekménynek fog számítani, és büntetni fognak érteni. Nem csináltál semmit. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 9 óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Márk... Hemil, így van. Márk. Igen. Mark Zuckerberg, ahogy a magyarok mondják, Zuckerberg. Cukorúr. Metaverzumáról beszélgettünk, és arról, hogy állítólagosan ott ugye számomra még mindig kicsit érthetetlen módon egy nő, aki belépett a metaverzumba, azt mondta, hogy oda léptek hozzá az avatarok, és megerőszakolták 3 percig, és hogy borzasztó kellemetlen volt, megrázó, és hogy egészen valósághű a dolog, anélkül, hogy áldozatot hibáztatnánk. Egy csomó érdekes dolog felmerül, rengeteg kérdés, és egyáltalán az egész metaverzum, láttuk már filmekben, skifikben, hogy ez mit idéz majd, baromi sok film van róla, mindenkinek megmozgatja a fantáziáját. Ugye, tehát létrejön majd valami egy digitális tér, egy digitális világ azzal a céllal, hogy az emberek ott kiélhessék azt, amit a való életben nem tudnak, de ugyanakkor mik lesznek ennek a törvényes keretei, hol lesznek a szociológusok, akik beszállnak, az ítélethozók, lesz-e metabörtön, mert hogy nyilván lesz külön coin, és lesz külön gazdasági törvényeken alapuló együttműködés, lesz közös élet, lesz közös ruha, már vannak metaverzumban boltok, amiket majd meg tudsz venni, ruhákat, hogy az avatarod jól nézzen menő ki, legyen. Menő legyen, szóval baromi érdekes a dolog. Aztán persze az is felmerült, hogy ez egész egy reklám a metaverzumnak, még ha negatív reklám is. Ugye megszólalt a nő, és elmondta, hogy borzasztó volt az élmény. Kik tették, hogy csinálták, miért nem kapcsolta ki, hogy tud egy avatar erőszakolni, hogy tudjuk majd ennek a törvényes keretét felállítani, lesz avatar rendőrség, lesz meta börtön, beraknak oda, és az avatarodhoz nem férsz majd oda egy hónapig. Vagy egyszerűen letiltják az IP címedet. Valódi bűnnek számít, ha én a World of Tankban megölök 5000 embert? Nem. Majd ha a metaverzumban valakit megölök, vagy bántok, akkor engem azért a metarendőrség metabörtönbe tesz? Hát, mert lelki terhet tettél rá, tehát lelkileg hát a nő sérül. Na, de nem azért hogy... lesz a metaverzum, hogy azt éljem ki, amit a való életben nem tudok. Nem erőszakolásra gondolok, de hogy elutazzak, lőjek. Hát, mit akarnak az emberek kiérni? Hát a videójátékban egy harckocsi vagy, érted? És átmegyek idős néniken és bácsikon, és lelövök mindenkit. Csak attól az idős néni lelkileg nem sérül. A bőrszámban azért nem tudom megcsinálni. Akkor majd meg tudod, jövő hétre meg lesz. Akkor a GTA-ban elütök 300 rendőrt, tessék. Itt a személyiségedet adott hozzá, tehát hogy gyakorlatilag ez a te személyiségednek a leképződése minden ódiumával együtt. Tehát, hogy ez rólad szól. Erről, amit van a fejedben. Nem, előcsön. És egy olyan avatart hozok létre, ami baromira ki van gyúrva, 2 méter magas, afroamerikai, borzasztó bicepszeken, rasszajokkal, nem a személyiségem. Létrehoztam egy olyat, ami nem lehetett valójában. Létrehozok egy agresszív testeddel. Létrehozok egy nagy, most ez megint rasszizmus. Létrehozok egy agresszív afroamerikai. Nem hozhatok le, akkor egy agresszív kínait. Egy agresszív kiskutyát. Egy agresszív grönlandit. Most nem akartam őket megbántani. Szóval, hogy baromi sok kérdés. Ijesztő, izgalmas, dermesztő, és nagyon közel van szerintem. És szabályozatlan az egész biztos. Hát ez most indul. Nincs meg még hozzá de a nem, megfelelő áttér. Figyelj, ugyanígy féltünk az internettől 20 éve. Ugyanúgy mindennek elhordták. Ugyanúgy elhordják most mindennek a bitcoint azok, akik nem értik, hogy ez miért forradalmi, és azt mondják, hogy a szennyezés, meg a bűnözők, meg a kábítószerdílerek. Ezt meghallgattad 30 év az internetről is. Kik fogják használni? Bűnözők, drogdílerek, pornósok. Mit csinálunk rajta? Valójában mit csinálunk az interneten? Macskás képeket töltögetünk föl, az emberek nagy többsége. Kis túlzással egyébként kommunikálunk, egészségügyben veszünk részt, tanítjuk a gyerekeinket, egy csomó hasznos dolog lett, egy gyönyörű dolog lett belőle. Ugyanez lesz szerintem a metaverzum, meg ugyanez a bitcoin is jelen pillanatban. Mindig nagyon ránk ijesztenek, aztán mindig nem az lesz. Ez az új internet. Ez az új internet, szerintem. Ebben egészen biztos vagyok. Hát azt meséltem, hogy volt rajtam egy VR szemüveg. Igen. Még igen. Talán valamelyik játékkonzolnak. És levetted, mert azt hitted, hogy le fog zuhanni, vagy mert rosszul szóltak, hogy ne a tarkolatod. Így van, először is rosszul volt rajta. 4 percet volt rajtam, és sötétnek, szürkének és sivárnak látod a szobát utána, és azonnal vissza akarsz menni, pedig csak egy zombis játék volt. Na most képzeld el a metaverzumot. De még mindig nem tudom, hogy erőszakolnak meg valakit. Még mindig nem értem magát a folyamatot. Nem tudom. Hát ha működő, a működő dolgokat kell létrehozni a metában, ugyanaz, mint az életben, akkor fogsz majd szexuális kapcsolatot létesíteni szerelemből.
ott működnöd kell, hiszen persze, el kell játszanod. Ha ott működsz, akkor megerőszakolás közben is működsz. Tök igazad, csak ez valószínűleg, tehát hogy amiről te beszélsz, ennyire egyértelmű formában, ennyire egyértelmű testrészekkel, genitáliákkal, stb. Ez a jövő. Most itt átküldte az egyik hallgató nekünk, hogy jelenleg hogy néznek ki a metaverzumban az avatárok. Hát enyhén szól is primko. Tehát itt valószínűleg csak egy ráutaló mozgás lehetett. Tehát amit hát annak mondom, is hogy ezek lehet. Az avatárok még nem tudnak valószínűleg erőszakolni, nincs hüvelye, nem tud erőszakoló mozgást végrehajtani, érted? Nincsenek még ilyen teste, gyakorlatilag deréktől lefelé nem is léteznek. Ki milyen karakter lenne? Gyorsan fesd le a karakteredet két mondatban. Hogy néznél ki? Mi lenne az avatarod? Figyelj, én ott is egy törpe lennék. Úgy szeretném. Te hogy néznél ki? Nagyon izmos lennék, kocka hassal. Igen? Milyen lenne a bőrszíned? Jól vagyok így, ahogy fehér vagyok. Fehér vagy szarasztista, meg bajod van a sárgákkal és a feketékkel. Nem szeretnék színes bőrű lenni, vagy bármelyik azthoz tartozni. A lényeg, hogy állandóan úgy közlekednék a városban, mert akkor a bicepszem lenne, hogy a fölső ilyen kapaszkodókkal, érted, lendülnék egyikről a másikra. Vékony lennél? Hát persze. Végre vékony, mi? Hát nem végre vékony. Most is, csak most belül vagyok vékony. Érted, gyönyörű izomzat. Zsűl, te mi lennél egy mondatban? Mi lennél? Te lehetne egy avatarod. Mi? Hogy nézni ki? A fejlesztő. Mi lennél? Egy indián mozog. Indián! Ő indián. Egy indián lány. De izgalmas, hogy ki mi lenne. Egy mesztis lány, egy rezervátum. A kaszinót üzemeltetnék, mert Amerikában ugye az indiánok üzemeltetik a kaszinókat. Kaszinót üzemeltetnék, egy indián rezervátumban lány lennék. Most ez mielőtt alatt azt, hogy Zsüle, neked milyen avatarod lenne? Hát én egy indián lány szeretnék lenni, és a te avataroddal élnék együtt egy wigwamban. Na itt van velünk Lávai Richard, digitális marketing szakértő. Hello, Ricsi, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na segíts egy kicsit nekünk ezt az egész metaverzumot, már beszéltünk erről megérteni jobban, hogy te felveszed ezt a VR szemüveget, felemeled a kezed, akkor az avatar is emeli. Végre tudsz hajtani olyat egy másik avataron, amit én nem akarok? Nehezen. Nyilván látja a másik, hogy te felemeled a kezed, és te is látod, hogy felemeled a kezedet, és egyébként itt visszatérve erre, hogy kinek milyen avatárja, mert a legérdekesebb az, hogy a legtöbb embernek azért az avatárja, az nagyon hasonlít az ő való énjére. Ugye belépsz a metaverzumra, és nagyon sokan a saját arcukra szabják, ugyanúgy, hogy a Facebookon is ugye ezeket a kis avatárokat, ahogy elkezded piszkálgatni, a legtöbben a saját magukhoz, a való életükhöz igazán hasonlító formátumot próbálnak előszedni, a metaverzumban is azért ez eléggé jellemző, és ugye ebbe kell azt beleképzelni, hogy most akkor bemész egy virtuális térbe, látod azt, hogy mozog a kezed, hát a lábadat nem látod, mert általában az ugye nincsen, jönnek a többiek, szintén valamilyen valóságszerű, néznek ki az adott technológiai lehetőségekhez képest, és akkor ez történik, hogy a te virtuális önképeddel csinálnak olyat, amit te nem szeretnél, és valóban nincsenek meg bizonyos szervek, és ilyenek, hiányozik egy csomó minden, de mégis próbálnak megakadályozni, és mondjuk fotóznak téged ott bent, terméket készítenek, miközben olyat csinálnak veled, amit te nem szeretnél. Tehát akkor ezt a nőt mondjuk maximum körbeállták, fogdosták, leteperték, valódi erőszakot egy avatar akkor nem tud végrehajtani, hanem ő azt láthatta, hogy körbe vannak öten körülött, és mindenki őt fogdossa, molesztálja, amíg távolabbi avatarok mondjuk nézelődnek. Valószínűleg ilyen lehetett, ilyen simogatást imitáló mozdulatokat lehet csinálni, bár egyébként el is lehet jönni onnan, illetve hát egyébként a mostani formátumban is már olyan a rendszer, hogy körülbelül egy gombnyomással te ki tudsz ugrani az adott szituációba, és azonnal tudsz jelenteni másik avatárokat, pont azért, hogy a biztonságodat azt valamilyen szinten meg tudjad őrizni. De valóban ennél többet nem nagyon lehet ott csinálni, hogy körbevesznek téged, ott szóban inzultálnak, vagy kézmozdulatokkal inzultálnak, és őket azért viszonylag gyorsan ott is tudod hagyni, még az adott virtuális térben is, és onnan ki is tudsz egy mozdulatra ugrani. Hát csak azt értsük meg, hogy az erőszak az itt ebben az esetben nem kell, hogy megtörténjen. Abszolút, hogy lelkileg nyomorították meg. Mindegy is, hogy nő a férfit, férfi a nőt, hanem hogy itt valójában az van, hogy akár nemtelenül is, te valami olyat csinálsz, amit a másik nem akar. Ugye ezt akarod mondani? Vagy hogy van? És tudod, mi az érdekes? Amit te is elmondasz, hogy egy gombnyomással ki lehet ugrani, nem teszi meg. De miért nem teszi meg? Mert akkora a függőség, hogy benne akarsz lenni. Ez csak egy próbaverzió végig, 3 percig inzultálnak, és benne maradsz. Igen. Nem kell neked elhagynod az egész virtuális valóságnak a terét, hanem a virtuális valóságban vannak ilyen safe space-ek, amiben át tudsz ugrani, és ott tudod mondjuk jelenteni őket, de egyébként ez olyan, mint ahogy valóban nem kell fizikai érintés ahhoz, hogy mondjuk valami bántó vagy erőszakos legyen, hiszen írásban, chatben is nagyon sokszor
bántják az egyik felhasználó a másikat, ami ugyanúgy lelkileg ugyanúgy megterhelő lehet. Most akkor, hogyha neked van egy a való személyiségedre alakodra eléggé hasonlító virtuális önképed, és akkor azt látod, hogy miközben ott téged mondjuk virtuálisan is fogdosnak, vagy inzultálnak, de közben még szelfiket készítenek erről a csoportosulásról ott még a virtuális valóságban, azért az biztos, hogy még ennél az írásbeli bántalmazásnál is sokkal-sokkal megterhelőbb lehet. Aztán, hogy van egy gomba, mint ha te kijelölsz, akkor másfél méteren ők nem tudnak jönni, hogy ezt a nő nem állította be. Még mindig érdekes, hogy azért ez az online kapcsolat, ez miért nincs ilyenkor megszakítva, amit te is mondasz, vagy miért nem lépsz ki. Mikor fog ez élesedni szerinted? Mikor kezd el ez egy próbaverzión túl már olyanná válni, hogy bemehetünk, megnézhetjük, vásárolhatunk, elkezdjük azt a platformot fölépíteni, amit a való életben nem tudunk megélni magunknak? Ez már most is azért sok helyen megvan. Most a Facebook által bejelentett metaverzumnak van több különböző kis beta verziója, illetve vannak olyan országok, amiben ebben már be lehet lépni, de hát azért olyan szempontból ez nem egy újdonság, hogy elég mondjuk a World of Warcraft-ra gondolni, vagy másik olyan játékokról. Szintén valami hasonló történik, hogy most egy nem virtuális valóság szemüveggel, vagy éppen azzal, de be tudok menni, ott tudok valami tevékenységet végezni, ott interakcióba tudok lépni a többi felhasználóval. Saját pénzzel vásárolni, építeni valamit, persze. Ott vásárolni, így van. Most nyilván akkor, hogyha a Facebook koncepciójának ugye az az újdonsága valamelyest, hogy ők tulajdonképpen a közösségi hálózatokban történő kapcsolattartást szeretnék kiterjeszteni majd egy olyanra, amikor majd nem csak írásban meg a telefonodon tudsz majd kommunikálni, hanem virtuális eszközökön is sokkal valóságűbb kapcsolatot tudsz tartani másokkal. Ezért ez még messze van, mert kevés az eszköz. Kevés az eszköz, amiben ezt fölveszed, és belépnek, hát nem tudom, viszonylag keveset adnak el ebből világszerte, de hát egyre többet, és hát a virtuális, a Facebook eszközei ilyen szempontból egyébként a legelterjedtebb, úgyhogy pár év múlva azért lesznek ennek sokkal nagyobb számú felhasználói bázisa is. Hát már most nagyon addiktív egy-egy ilyen videójáték, ahol saját avatarod van, saját pénzed van, saját külön életed, és minden, amit nem tudsz a való életben megvalósulni. Nyilván arra billen majd a bérleg. Sokkal izgalmasabb, sokkal színesebb, sokkal szabadabb, sokkal jobban menedzselhető, felépíthető. Hát, kéne érde, igen, hazugabb vagy nem, ez egy érdekes dolog, minden esetre ez baromi izgalmas. De akkor ezt előbb-utóbb nem csak játékokra fogjuk használni, hanem az az új valóság, ez az új internet, nem? Most mondjuk 5-10-20 éven belül értem. Én ezt egy ilyen két oldalok közé tettem, meg egyet már most sem csak játékra lehet használni. Vannak olyan a Facebook által is kiadott ilyen kollaboratív eszközök, ahol meetingeket, konferenciákat tud szervezni, és be tudod vinni nem csak a virtuális valóság szemüvegeten keresztül a saját avatárodat, hanem a valódi számítógépednek a képét is oda be tudod vetíteni, és ott együtt tudsz működni másokkal, mintha egy teremben ülnétek, pontosan ugyanezzel az élménnyel, miközben a valódi eszközeidet használod. Illetve lesz ennek egy olyan, és az már ma is kipróbálható, akinek van egy megfelelő hardware, illetve lesz ennek egy olyan megoldás, ami szerintem kevesen gondolok, hogy ez a metaverzumot inkább úgy képzelem el, hogy ez egy olyan lesz, amelyik a való életünkre, az utcán való közlekedésre is mondjuk rá fog ülni, hiszen nem csak olyan virtuális valóságszemüvegbe kell gondolkodni, hogy fölveszel, és az eltakarja a világot, és berak egy teljesen idegen térbe, hanem amikor a kiterjesztett valóság eszközök is már olyan könnyűek lesznek, mint egy sima napszemüveg, és ahogy mész az utcán, ott szépen látod, hogy mondjuk kiegészíti a környezetet belül való életbeli elemeket virtuális elemekkel, mondjuk lecseréli a plakátot egy olyan plakátra, ami neked sokkal személyre szabottabb, vagy kiírja, hogy hát itt Valentin nap, akkor menjél be a segít a tájékozódásban, közlekedésben, stb. Egészen durva, egészen orwelli, egészen elképesztő ez az egész. És hát aztán... nem volt ilyen fantáziája. Oké, nem volt, de maga azért innentől kezdve a gondolatrendőrség, innentől kezdve, ha én ott elkövetek valamit, vagy el akarok követni valamit, akkor ki fog megbüntetni, hogy fognak megbüntetni, hogyan szankcionálnak, jönne majd a kreditrendszer, ami már Kínában van, hogyha jól viselkedek, jó könyvet vásárolok és nagyon mosolygok, akkor részt vehetek a társadalomban, ha viszont nem jó a kreditrendszerem, akkor nem tudok fölülni egy repülőre, vagy nem tudok hotelt foglalni. Ez Kínában már, ez tulajdonképpen egy létező dolog. Innentől kezdve, ha az én avatarom, ami rosszat csinál, lehet, hogy aztán az majd úgy büntetnek, hogy a társadalomban perifériára szorulok. Tehát, hogy ki tudja, hogy ennek milyen összefonódásai lesznek. Egyszerre nagyon veszélyes, nagyon izgalmas és nagyon addiktív. Már ahogy beszélsz róla, én kicsit ott sétálok, érted, a Rodeo Drive-on, mint a Pretty Woman, és vásárolok
a ruhákat. Ja, arra, hogy ezt csak szép legyen, a randéri csatgirrát. De lehet, hogy kapsz majd valamilyen büntetést akkor, hogyha mondjuk ránézel egy lánynak a fenekére. Hát, vagy az kirakják az általadat. Igen. Kapsz egy figyelmeztetés például. Igen. Sok film van erről, hát azért tényleg itt a Ready Player One-t írják, de akár mondjuk csak a gondolatrendőrség is érdekes, igen, hogy ugye a Tom Cruise-nak a filmje az is baromi érdekes, hogy még nem követsz el valamit, de már tudják ugye, hogy el fogod követni. Külön vélemény. Külön vélemény. A prekogok tudják előre. Azért ez nagyon izgalmas. Rajtad egyébként volt már ilyen szemüveg? Tehát te voltál bent? Ricsi, láttad, hogy ez milyen? Nagyon analóg, még nagyon kezdetleges? Persze, van nekem is ilyen szemüvegem, kicsit még kezdetleges, de ez sem sokáig lesz így, hiszen azért dolgoznak már azokon a technológiákon, amelyikkel mindenféle külső plusz eszköz nélkül csak az adott virtuális valóság szemüveget fölveszed, és egy ilyen teljesen realisztikus képet fog bekerülni a virtuális világba, amelyiknek ráadásul a mimikája is az aktuális tevékenységet fog igazodni, vagyis mondjuk egy kamera veszi a szemmozgásodat, meg mondjuk a szájmozgásodat, és akkor szépen a kis mesterséges intelligencia összerakja, hogy ahogy te beszélsz, úgy mozog a szád, úgy mosolyogsz, ahogy felhúzod a szemöldöködet, ez látni fog majd a kis avatárodon, amelyik teljesen realisztikus lesz. Ezt már évek óta kísérleteznek ezzel. Érdemes a Facebookon ránézni, a Facebooknak rákeresni az ilyen fejlesztéseire. Pár éve ilyeneket már bemutattak, és ezek nagyon sokat fejlődtek, úgyhogy most még valóban ilyen kicsit ilyen rajzfilmes, mint mondjuk a Wii konzol volt pár éve, 10 évvel ezelőtt nagyjából ott tart ez a metaverzum. Nem sokáig lesz ez így. Azért gyerekek, hogy a nagy rendezők, nagy filmek, nagy trilógiák, nagy alkotók honnan szedték ezt már le 10-20-30 évvel ezelőtt, és vázolták előre, hogy nekik milyen intuitív módon érkezett meg ez a valóság, és már nem a jövő. Nem, a sci-fiben láttad, minden részét láttad különböző sci-fiben, nem? A külön véleménytől kezdve a Matrixon keresztül a Total Recallig annyi mindent láttál, ami erről szólt, 80-as, 90-es, 2000-es évek. És itt állunk 2022-ben, és minden kezd megvalósulni, amit ezek a nagy koponyák megalkottak filmformájában. Nem baromi izgi, hogy honnan jött az intuíció? Illetve amit tínédzserektől loptak, és nem fizettek érte semmit. Az is igaz. Honnan jött az intuíció? Honnan tudták, hogy jó? Vagy ez mindig is itt volt ez az információ? Tudtuk, hogy erre megyünk, érted? Nagyon izgalmas kérdés. Tehát mondjuk tételezzük fel, hogy mondjuk egy szolgáltató iparban dolgozom, mondjuk én akarok kötni egy kaszkó biztosítást Jani kocsijára, mert tudom, hogy vagy a Feri mondjuk az Alfájára. Akkor ha az Allianznak lesz egy VR-ja, vagy mondjuk bármelyik biztosítónak, akkor a Feri az avatárjával be tud menni, és otthonról egy közös szobában megköt úgy egy biztosítást, hogy ki se kell mozdulnia a lakásból? Ez létezhet? Ez most is létezik. Oké, internet formájában megköti, de ennek a tovább fejlesztett változat, hogy találkozik az ügyintézővel, leülnek egy asztalra, megbeszélik, kiválasztják, még ott összekapkod. Ki jöhet például megnézni úgy a kocsit az én VR szemüvegemben vagy kamerámon keresztül, hogy nem kell kijönnie. Akár, tehát hogy ezért mondják, hogy a tovább fejlesztett internet, nem? De igen, én szerintem itt a határ az inkább az lesz, hogy hol van az a pont, amiért a kényelmesebb lesz mondjuk ezt megcsinálni ebben. Most egy ilyen biztosításkötés valószínűleg nem az a legizgalmasabb sztori, amiért most egy VR szemüveget fölvennék, amikor két SMS-be is ezt le tudom rendezni, de mondjuk vannak olyan pontok, ahol ez mondjuk sokkal praktikusabb lesz, ahogy így tudunk beszélgetni, és ezeket, amiket nagyon nem tudunk. Valóban én is úgy gondolom, amit az elején mondhatok, hogy ez egy kicsit olyan, mint az új internet, és valóban, amikor az internetre 20 évvel ezelőtt a bombától, meg a pornózól, meg ezektől féltünk, és nem ezek lettek, amik igazán félelmetesek, meg károsak lettek a mostani internet megvalósulásában. Most is vannak félelmeink a metaverzummal kapcsolatban, meg vágyaink, meg elképzeléseink, hogy fog működni. Szerintem 5-10 év múlva, amikor ez sokkal hétköznapibb lesz, akkor olyan újdonságokkal fogunk szembesülni a pozitív és negatív oldalon is, amire most nem tudunk gondolni. Igen, én is így gondolom, hogy ez az új internet, tök jól mondod, igen. Ricsi, nagyon köszi, érdekes volt, beszélünk még, ha van fejlemény, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük Lávai Rihárd digitális marketing szakértőnek, köszönjük szépen. Gyerekek, izgalmas világ. Nézem a haverjaimat ezzel a szarral a fejükön, akik így egy késsel a kezükben a levegőt böködik, mint a disznót vágnának. Én ott fogok ülni melletted, és én fogok visítani, csak hogy meglegyen az érzés. Én meg Mia Khalifának a mimikáját fogom vizsgálni. Mia Khalifa, jövünk a hírek után. Itt vagyunk, jó reggelt! De itt vagy, ez már a meta? Vagy? Ez már a meta, igen, mostanában 230 milliárd dollár bukott az értékéből a Facebook, ugye? Rekordméretű zuhanás, ez a 28-30%-on zárt mínusz. Hát igen, a befektetők kegyetlenek. És mi miatt? Emiatt? Ezeknek a nagy cégeknek ezt kijelenteniük kell, ugye,
a negyed évente, árbevétel, terjeszkedés, felhasználó, hát Tesla, Amazon, Google, mindenki jelent, ugye? Ha tőzsdén vagy, akkor jelentenet kell, és most vannak ugye negyedéves jelentések, és nem jelentett túl jót maga ugye a Meta, mert már így hívják a részvényt, nem is Facebook, hanem Meta, és hát emiatt. Aha. Eladják. Akkor most megyünk? Tessék? Megyünk most Metát? Metát, hogy akarsz venni? Hát, mert a rész most, hogy nem van. Mert a rész. Hát ilyen nagy esés után mindig van egy pici felpattanás, az érdemes megvenni. Akkor vegyünk egy Metát. Mennyi egy Meta most? Mennyi most a Meta? Fú, várjál, 400-ról esetleg 280-ra? Vagy 480 forint? Nem, dollár, ja, dollár, de nem tud, bocsánat, nem tudom, nem tudom a Metának a részvényét. Azt tudom, hogy a Tesla 1003-ról jött 900-ra, 800-ra, az Amazon van, hát most ennyi körül, de hogy nem tudom, hogy van. Igen. 237, na akkor nem lőttem. Dollár? 100 dollárom van, tudod, tőle nyertem. Én abban jobban hiszek, mint ebben. Igen? 30 milliárd dollárt bukott a Zuckerberg egy nap alatt. Azért az nem kevés, nem? Ilyet nyilván nem bukott, mert ez nem bukás, itt nem realizálsz hasznot, itt arról van szó, hogy annyival kevesebb a vagyonod, de aztán, ha meg emelkedik a részvény, akkor meg ugye annál több a vagyonod. Nincs öcsém, az bukta. Na, ez igaz. Egyébként ez így van. Amit látható két szemmel. Az ott van, amit eltűnt, az nincsen. Te inkább hozd a mérleget hétfőn, hogy honnan hozod. Jövök, jó? Azon mondok hozzá, ne a Metán, hogy bevásárolod magad. Digitális mérleg lesz? Ugyanaz? Nincs beépítve, nincs megcsippelve, nincs semmi. Ugye hozzá se nyúltam. Jó. Elzártam, páncélszekrényben van, elemet se cseréltem, semmi, minden ugyanaz. Hétfőn mérünk akkor? Igen. Nagyon jó, hétfőn, tehát méreckedés. Mázsálás. Mázsálás. A pufi mérlegre áll. Megnézzük, mennyi volt? 5 kiló, ugye? Igen. 5 kiló. Tehát 115,4 alatt kell, hogy legyek. Mert 120,4 volt, ha 115,4 alatt vagyok, akkor király. Azért az... Ha nem, akkor is király, csak nem annyira. Igen. Gyerekek, és ha minden igaz, akkor ugye hívjuk Gundit is hétfőn, jól láttam? Na. Ugye? Megkezdődött a téli olimpia, ugye Kínában, és hát egészen elképesztő adatokról beszélnek már most, hogy mennyi műhó kellett ahhoz, ugye, hogy a hordják, hány millió köbméternyi vizet használtak ők el. Úgyhogy Gundi a minden igaz hétfőn bejelentkezik hozzánk, hogy elmondja, mi helyzet a téli olimpián. Nagyon jó. Milyen a kínai kaja? Gyors korsajában van esélyünk. Aztán nagyjából ennyi. Már nem értek nagyon a téli olimpiához. És köszönjük szépen a figyelmet. Mi történt? Gyorsúcsában, köszönjük, és most hírek. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Bódi Szilvit, aki hát most már mondhatjuk, hogy Bódi gazda. Bódi gazda. Ugye két nappal ezelőtt küldöttünk ajándékot, kivitt pálinkát, megpróbáltuk kitalálni, milyen pálinkát, ez nem sikerült, de felhívtuk, egy kicsit mesél nekünk a gazda létről. Hát kiderült, hogy egy őstermelő lett. Makbőrzére jár. Hol van már a szörfös lány? Így van, már nem szörfözik, kenyeret süt, cseresznyefákon mászkál, bikiniben palántázik, úgyhogy megtudtunk sok mindent a vidéki életről. Valahogy a Balaton felvidékére költözött, és ott gazdálkodik. És már nem tudom, hogy jött szóba, de elkezdtünk arról beszélgetni, hogy miért nincsenek plusz size férfi modellek különböző divatkatalógusokban. Na, ezt nagyon máshogy gondolta mindenki, ugye, hogy kell vagy nem kell, esztétikus-e, a kövér, duci, diszkréten elhízott, molett, pufi, ki használja, amiket akarja. Igen, te aranyos voltál, én érintett, Jani gyűlöli a kövéreket. Azt hiszem, ugye igen, ez a jó. Én voltam politikailag korrekt, érintett vagy. Nincs Jani már meg... sok időnk, hogy még egyszer elmondjam a vélemény. Igen. Igen, a Jani meg kövérfób. valami komoly van a pufikkal, de még nem mondtam. Meg. Jó. Nem vagy kövérfób, valami nem szereted őket, de ne szorítsunk ebbe a skatujába. Egyszer van velük valami bajod, de nem, igazából nem derült ki, hogy mi. Aha. Nem tudtuk azt kihozni belőled. A terápia nem volt elég mély, hogy mi. Legfeljebb nem figyeltél. Gyerekkori abúzusnak köszönhető. Van benned rossz érzés. Nem, hát elmutat, hogy te nem szívesen néznéd egyébként a pizsomás. Az üzenete miatt. A pizsomás férfiakat. Vagy az alsógatyás férfiakat. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Eddig egyébként egyetlen egy ember találta ki, és nagyon sok emberrel megkóstoltattam itt baráti körből. Bizonyos kontinens, akkor mindjárt lehet itt tippelni, neki egy nagyon jellemző, hát nem is igazán gyümölcs ez, gyerekek. Aha.
Nem kategóriában sorolom, de aztán biztos, hogy nem. Igen, Ázsia. Nagyon. Tehát az ázsiai konyhában ez egy előszeretettel használt, én nem gyümölcsnek mondom, én azt gondolom, hogy ez egy gyömbér. A gyömbér, gyömbérre gondolsz. Ott a pont. Ez nem az. Gyömbérpálinka. Én most szagoltam pénteken gyömbérpálinkát, gyerekek, egy pálinka versenyen volt. Tudod, hogy nincs egyforma. Ez nem gyömbér. Elmondom nektek, hogy ez úgy van, ez úgy készül egy ilyen különleges eljárással. Egy nagyon-nagyon tiszta törkölyágyon vannak ezek a gyömbérszeletek, és tehát egy ágyas pálinkáról van szó, és gyömbér. Azért érzitek, hogy ha isztok bele most majd ezek után még egy kicsit, ez a kicsit ilyen maró érzés. Igen, a maró a minden, én minden pálinkánál ezt érzem, a marót és a vakságot. Figyelj, most mennyire komoly neked ez a gazdálkodás? Hát beszéljünk erről, amiért hívtuk, hogy tényleg oda leköltöztél, gyümölcsfákon mászkálsz, veteményesed van, túrod a földet, lapátolsz. Minden napjaidat. Tényleg ilyen bódi gazdába mentél át egy kicsit. Igen, csinálom, nagyon szeretem csinálni, kikapcsol. Most persze ez a téli időszak, ez egy kicsit ilyen inaktív, tehát ugye itt a trágyázáson kívül csak előkészületek vannak, lassan kezdődik a palánta, a magról, itt lesz egy magbőrze a faluba, akkor cserebelélünk egymást a bevált magokat. Magbőrze! Igazából ez kiskorom óta és nagyszülői ágom mindkét oldalról. De várjál most valamikor, hogy ilyen paprika palátákban fizetett az Intimissimi? Vagy hogy kell ezt így elkérdezett? Kaptál 30 hajtást? Így van. Egy kicsit meg vagyunk szorul a szívén, arra, hogy itt van egy pár palát. Sok mindenem van. Ugye van ez a kiwi, akkor vannak gyümölcsfák, almafa, mindenféle gyümölcsfa nagyjából, fügém is van elég sok. Akkor a veteményesem itt, ahol vagyok, ez körülbelül csak 200 négyzetméter, mondjuk 200 négyzetméteren körülbelül egy 10 fős családnak meg tudsz termelni, tehát hogy azért az elég nagy. De van egy kis szőlő gyümölcsösöm, ami már inkább csak gyümölcsös. Inkább úgy mondom, hogy hobbi, meg az önfenntartás irányában megy, tehát hogy ott még nem tartok, hogy őstermelő legyek, de egyébként szerintem az lesz, biztos, hogy az lesz, tehát ez nem tud más irányba menni. Mert csodálatos dolog az embernek kimenni a kertbe, frissen szedni, te tudod, te ültetted, pici magból kerül a végén a tányérodra egy finom zöldség, szerintem az nagyon jó. Te vega vagy, ugye? Aha, igen, vega. Akkor az állattenyésztés az még nem... De képzeljétek el, hogy most készülnek itt nálam a tyúkol, a fűrjol, illetve a futókacsáknak, az indiai futókacsáknak az olja. És igazából már ilyen háromnegyed készenlétben vannak, mert szeretnék egy kis baromfi udvart, de nem a húsa miatt, hanem a tojás miatt, mert tojást fogyasztok. Uh-huh. Tehát ugye a vegetáriánus az fogyasztó. Igen, laktóval vagy akkor. Szerettem. Így van, pontosan, hát ugye te ebben profi vagy. Jóci kérdezi, hogy milyen kiszerelésbe kell kivinni a magomat a bőrzére? Hát tegye bele egy jó nagy zacskóba, hogy azok, hogy örülnek majd neki a falusi asszonyok. Egy jó szárint csak kérdődte. Igen, nem mindegy, hogy a csomagolás. Akkor egy magbőrzén az ember ad, vesz, elad, átcserél. Igen, ez úgy így pontosan minden verzió. Tehát jöhet olyan is, aki még nem nagyon kertészkedik, de szeretne, de mivel ez egy falu szinten van, akkor hoz egy kis sütemény cserébe, vagy valami kis ajándékot, vagy egy ilyen kis becsületkasztához odajárul valamennyi kis összeggel, ha viszel magot. Figyelj, még egy gyors kérdés a végén, amikor megjelentél ott a faluban, így ilyen gyűjtmentként, akkor nem volt egy-két ilyen kerítésre támaszkodó, okoskodó, kapuzárosos gazda ember. Igen. Ebben hát szabolít semmi, túl szikes a föld. Volt mindenféle reakció természetesen, tehát lett nagyon sok jó barát, meg összetartás itt a falun belül ismerősökkel, akikkel nagyon gyorsan kialakult ez a kapcsolat, de hát valóban voltak ilyen kicsit beteges bámészkodók, akik itt a kerítésen át kukkolva próbáltak elcsípni egy-egy pillanatot, főleg nyáron, amikor én általában bikiniben kertészkedem. Egy nap 6-szorra traktorozik el valaki, igen, a kerítésed előtt, az már kicsit feltűnő. Meg állandóan ilyen sárkányrepülőkkel is elrepülnek, meg ne csinálsz, hogy a bikinibe kertészkedsz, azért ez érthető, hogy a 23 darab közmunkás 4 hónapig vágja a füvet előtted az utcába. Mi a baj egy kövér pasival egy pizsoma reklámban a H&M katalógusban? Nem az üzenete, mert valószínűleg nem él egészséges életmódot. Valószínűleg keveset mozog, valószínűleg túl sokat zabál, és azt tudjuk nagyon jól, hogy egyébként ez bizonyos egészségügyi problémák. De várj, bocsánat, nem egy életmód magazin van benne, hanem egy pizsomát akar neked eladni. Nem ugyanaz. Tehát ő nem azt üzeni, hogy mozog, sportolj, csak szeretnék neked eladni egy öltönyt. Szeretnék neked eladni egy pizsomát. Azzal mi a baj? És közben kövér. Olyan, mint a Feri. Hogy? Kicsoda? Na, hát, akkor, hogy na de akkor ez mi a baj? Hogy nőknél elfogadjuk. Te is elfogadod, én is elfogadom. Sőt, vagyok. Én nagyon örültem neki, hogy igen, mutassuk semmi meg, hogy ilyen.
A habsinál valahogy nekem nem hiányzik. Nem. Én attól nem leszek boldogabb. Én például nem fogok megnyugodni, ha látok egy ugyanilyen puha testűt, mint én. Miért nem? Mert nekem nincs bajom a nyugsággal. Érted? Hát ne emlékeztessenek már, hogy kövér vagyok. Majd tudod, én te magadról, hogy kövér tudom, vagy. Már teszek érte. Teszek érte, mindjárt szálkás leszek. Meg tudod nagyon, hogy semmi pozitívuma nincs. De miért egy kövérpasi nem öltözködhet? Egy kövérpasi nem nézhet magának pizsomát? Ne, egy kövérpasi nem keresett magának zakót, csak te ne lásd. Ezek szerint te azt mondod, hogy igazából nem érdemlik meg, hogy saját pizsomájuk legyen, esetleg saját katalógusok így legyen, van. Nem utogassák saját magukat. Ilyenek egy zsákban, ami a nyakuknál el van közben. Egy kövérpasi nem lehet igényes? Dehogy nem. Akkor ő nem nézhet magának pizsamát? De. Fel is tök jól öltözködik egyébként. De tudod, hogy is semmi van. Hát meg a 2XL-es pizsamára böksz rá, mikor rendez pizsamát magadnak. Hát attól én nem fogok jobban pizsamát venni, hogy egy 120 kilós csávó mutatja be, mint hogy igen, egy 80-as. De a társadalmi státuszotok, az elfogadásotok, az önképetek egy kicsit helyére áll azáltal szerintem, hogy nem 70 kilós szintiszta izomcsávó akar neked eladni egy speedo fürdőgatyát. Tehát a kövérnőknek is ez a lényege a magazinokban. Hogy akkor fogadjuk-e jobban magunkat? Hogy ez nem az esztétikumról szól, hanem pont az ellenesztétikumról. Tehát, hogy arról szól, hogy ez is természetes. Ezzel sincs baj. Ne csak azt fogadjuk el, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép és gyönyörű és nagyon szexi és kívánatos. De. Mert ez egy hamis kép, egy illúzió. Beteszed a kövér férfit, és akkor itt Janinak igaza igen? van. Mi kövérek megnézzük, és azt mondjuk, hogy ja, minden ő is elfogadja van. Magát, akkor most minek edzek, minek diétázok, minek figyeljek oda magamra, miért éljek egészségesebb életmódot. És szerinted itt az egészségem van a hangsúly alapvetően, nem az esztétikumon. Miért szerinted, ha meglátjuk, akkor ezt visszafordítva a vékonyat, akkor meg minden kövér azonnal lemegy edzeni, és azt mondja, hogy én is ilyen akarok lenni, és nem inkább az, hogy frusztrálódik, elmegy az életkedve, önbizalom hiányos lesz, gátlásos lesz, utálni fogja magát, becsukom az újságot, és megeszem egy hamburgert. Tehát, hogy szerintem ez kontraproduktív is lehet, ez nem csak arról szól, hogy ú, de izmos mindenki, én is az leszek. Nem, basszus, hát egy jó nő is frusztrál egy kevésbé jó nőt. A H&M-nek nem a társadalmi érzékenyítés a lényege, hanem az a lényege, hogy a kövér megtalálja azt, hogy de jó, foglalkoznak velem, itt én is meg tudom ezt venni, törődnek velem, kicsit engem is kiszolgálnak, az én lelkemmel is törődnek, ez egy piaci rés lenne, ha vállalnák, szerintem tök-tökös lenne. És azt mondja, hogy oké, gyerekek, nálunk azért nem mindenki van kigyúrva, gyere, vegyél nálunk pizsomát, nézd meg, a kövérek is vesznek. Bocsánat, elhízottak, diszkréten molettek, pufik. Kövérezéssel, amire Jani azt mondja, hogy nem zavarsz vele senkit, a kövéreket igenis zavarod. Most borzasztó body positivity voltam. Jó, tehát most én vagyok a legnagyobb body positivity. A világ legnagyobb body positivity-ja vagyok, még sose voltam ennyire body positivity. Most te body positivity vagy. Én most az vagyok a legnagyobb body positivity. Azért mondod, hogy kövér, mert így mindenki ért. Oké, akkor azt mondom, hogy pufók, azt mondom, hogy puffancs, azt mondom, tehát most mit mondjak? Diszkréten molett, jó így? Így van. Jó, mit mondtok magatokra? Mit mondasz nagy magad? Nagy felületen hogy szép. Hogy baj van. Hogy júj. Nem, mit mondasz magad? Az, hogy júj. Azt mondja, jaj, jaj. Ja Istenem. Ez a legjobb egy kövértől. Te mit mondasz magadra? Én júj. Főleg a levetkőzöm. Nem az elfogadást akarja erősíteni, egyszerűen csak el akarja adni a termékeit. Haver, nekem van valami bajod a kövérekkel, nem akarod ezt elmondani egyszer őszintén nekem? És azt ne felejtsük el, hogy egy kövér pizsama, két sovány. Balázsék a Rádió Egyen! Itt vagyunk. Hol? Ja? Mondjad, Pufi. Mit? Hívjuk a naphallgatóját már pufiz. Is. Pufiz, júj. Az ön hívásáról a hívott. Na tessék. Na jó. Köszönjük szépen. Hát akkor nem is írt annyira vicceset. Nem is bánom. Akkor jó, akkor ne is olvasd be. Kész, ennyi. Persze, jó, arra ne rocsuk-e már a pénteket ezzel. Persze, most miért? Szellemtelen rossz SMS. Igen. Na, gyerekek, hétfőn Gundi, ugye? Úgy van. Téli igen. Olimpia, mérlegelés, nem elfelejteni. Hozom a mérleget. Mérlegre áll a magyar, aki egy hónapja Ferivel fogyott, fogyókurázott, benevezettem az egy hónapos kísérleti jellegű kis diétában, az is készítsen elő hétfőn mérleget. És mert így látok meg, hogy mennyit fogytatok. Igen, hétfőn mérlegelünk. Jó, megnézzük, hogy az egy hónapos fogyókura hogy sikerült. Jó, mi a recept? Kérlek szépen, Olaszország is nyitott, most olvasom a híreket, megszüntetik az egészségügyi korlátozást. Na, komolyan? Jelentős részét ennek ébredezünk, örülök. Örömére Olaszországban látogatunk Olaszország. El. Ja. Nem, mi ők ugye Rómában voltunk 2 héttel ezelőtt, és ott ettem a
Cacio e Pepe nevezetű franc. Cacio e Pepe, hát imádkozj, hát egy jó Cacio e Pepe nélkül benne teszem a lábam Rómába, amici. Klasszikus római étel, ez egyébként az ő sajtos tésztájuk, mindösszesen 5 hozzávaló van benne, és zseniális, 15 perc, de tényleg, és te is meg tudod csinálni. 15 perc, amíg... 15 perc, megtalálom a tésztát a szekrényben. Mire találok egy serpenyőt? 15 percet, 8 percet állok a hűtő előtt, hogy mibe egyek bele. Amíg megfő a tészta, igen? Az mondjuk 9 perc. A kácsó. A, igen, a kácsó, igen. Persze. Addig keresem a pepét. Addig a pepét megkeresed, de addig pont ezt a krémes, vajas, sajtos mártást elkészített, beleforgatod, és kész vagy. Ennyi. A kácsó e pepe. Kácsó e pepe. Óriási kaja. Kácsó e pepe. És mi a pepe? Az a bors. Ja, az a bors. Igen, mert ez egy nagyon sok borssal készülő étel, szegények eledele volt, látod, már ott... Se egy tejszín, se egy tejszín. Vaj, hülye vagy? Csak a vaj. Már ne haragudj, hogy így kevés. Kérdezem. Mert ez nekem olyan kicsit a szárazkának tűnik. Nem, ez van, aranyom. Száraz, oda néz, ott van, már gyönyörűen be van krémesedve végig, aha, látod? Ez ennyi, ennyi az olasz kanyának, ennyi a titka, és tejszínt nem használnak. Nem, ne sem, nincs tejszín. Használnak, de nem erre. Vajat, de nem annyit, mint a franciák, mert ne azok sem. A vajhoz is vajatan. Jó, úgyhogy fönt van a mi Facebookunkon, és... Kukorica sincs benne, karaván sajt csináltak, az nem az akkor egy. Akkor nem kaját. Pedig az első olyan recept, amit meg tudnád csinálni. Hát, tetszik is a dolog, meg félek is tőle, hogy nagyapám mondta. Fogyok szúrázók, ne egyék, a mérlegelés előtt nem eszünk ilyet. Jó. Mert tészta, a tészta étel. Ja, hát a tészta, igen. Hogyha nem jön neked a kácsó a pepa, akkor ott lesz egy kacsó meg a pipa. Nézd, az én koromban már ez is elég. Elég egy kancsó, meg egy pipa. Leülök a kis karosszékembe, és meg is vagyok. Igazából nem is kell több. Na jó, hát akkor sűrű lesz a hétfő reggel. Gyerekek, tartsatok velünk. Kiskun fél egyházán, 2 óráján keresztül nem lesz adás. Jó, mert Marika néni ráborította a pultra a viledás vödröt, úgyhogy most megyünk és megbüntetjük Marika nénit. Nem, ott valami adókarbantartás van, ezek kibehúzogatnak egy Jack Dugót. Ennyi. Lefújják, letakarítják egy szivacsoló pultot. Meg egy ilyen fosztott tollseprűvel megpróbálják eltállítani a felesleges pormennyiség. Ne, kiváló technikusaink dolgoznak azon, hogy holnap még jobb minőségben élvezhessétek az adást, úgyhogy ők most 2 órán keresztül türelmet kérnek. Ne így egyetek meg, ne írjatok SMS-t, ne zaklassatok bennünket, azért nincsen, hogy jobb legyen. Keresek, mert nem találják az okot. Igen, van elég bajuk, hagyják őket békén. Ne, 2 óráig tűnnek csak el. Jó, aztán lesz minden. Hétfőn jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, hello, hello. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.